Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves vendégeinket, elsősorban a kedves Danubia Televízió jelenlévők itt az önkormányzat részéről Szabó Ferenc jegyzőurat és Solti Detti referens asszonyt. A mai napon egy 8 pontból álló programot fogunk megbeszélni. Először is körülnézvén látom, hogy a képviselőimnek a nagy része itt van, Sandl Lóránt hiányzik, de ettől függetlenül a testület határozat képes, mert a többi 4 képviselő jelen van. Feltenném a kérdést, hogy a napirendi pont, amelyeket kiküldtem a jegyző úrnak is és a képviselőknek, elfogadja-e a nemzetiségi testület, aki elfogadja, azt kérem, hogy készfeltartással. A módosító javaslatokkal. A módosító javaslatokkal amiket együtt. Amiket javasoltak. Az a hárommal. De az benne van? De benne van, igen. Volt. Igen, az külön. Jó. Igen, tehát én így vettem, hogy a Tubinak a módosító javaslatait is bevettem napi rendi pontnak. Igen, de mindenki tudja, az érintettek tudják, igen. Igen, és vendégeinknek elmondom, hogy Tubinak a javaslatait egy pontba szedtem, de tulajdonképpen 3 módosító javaslata van. De ezt majd meglátjátok a tárgyalás folyamán úgyis. Tehát az a kérdésem, hogy a napirendi pontokat elfogadjátok-e? Hogyha elfogadjátok, akkor kérem, hogy készfeltartással jelezzétek. Ez akkor egy hangú négy igen volt, igen. Köszönöm. Annyit módosítást talán megengedtek még nekem, de lehet, hogy nincsen rá szükség. Az óvoda vezetőnő lenne az első napi rendi pontunk, amelyre megérkezett már mert azt írtam ugye az előterjesztésembe, hogy a Don Bosco óvodai oktató könyvek beszerzéséről, és az írásos megrendelőt várjuk az óvoda vezetőnőtől, és ezt a mai reggelen elküldte nekem, de azt hiszem átküldtem nektek is, ugye, a képviselők megkapták. Megkaptátok? Nem? Mert átküldtem. Jó. Mikor küldtem át, várjál. 3:30 magasságában? Nem kaptad meg? Egyikötök se kapta meg? Nézze meg a telefon. Mindegy. Akkor felolvasom, és itt látható, hogy tisztelt elnökasszony, kérem a tisztelt Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi segítségét az óvoda nemzetiségi nevelést támogató eszköz beszerzéséhez. Az elnökasszonnyal történt előzetes megállapodás szerint Don Bosco szemléltető eszközöket vásárolnánk a német irodalmi nevelés színesítéséhez. A vásárolni kívánt csomag 2 úgynevezett Kamishibai Erzählstheater és mesekönyveket tartalmaz, amelynek hozzávetőleges ára 65 uszkve 70 ezer forint. Bízom a tisztelt önkormányzat támogatásában, amelynek köszönhetően még változatosabbá és élményszerűbbé tehetjük a gyermekek számára az óvodánkban folyó német nemzetiségi nevelést. Tisztelettel és köszönettel Papanecné pap Éva, megbízott intézményvezető. Ez áll a levélben, de valószínűleg meg fog érkezni, mert én ezt átküldtem. Csak talán késik egy kicsit, vagy lehet, hogy nálam megint nem működött az internet, mert nálam ez sajnos nagyon gyakran előfordul. De ha nem kaptátok meg, akkor szóljatok, és akkor utólag még át fogom küldeni. Úgyhogy ez lenne az első napirendi pont, amelyben kérnék egy állásfoglalást a képviselőim részéről, hogy ezt a kérését az óvodának, mert nevezhetjük úgy, hogy az egész óvoda, mert az óvoda megbízott intézményvezető asszony ezt előtte természetesen megbeszélte a kollégákkal, és erre lenne szükségük. Egyébként mintát hoztam neki 2 évvel ezelőtt, amikor egy kongresszuson részt vettem Bécsben, és nagyon meg voltak elégedve, nagyon jól tudják használni az óvodai oktatáshoz.
Tehát ennek okán kérik most azt, hogy az egész anyagot, mert ezek csak szemléltető könyvek voltak, hogy akkor most a metodikai és a módszertani rész is legyen esetleg nekik meg, és hát ez kerülne ennyiben. Most megnéztük a költségvetést, de ezt Tubi fogja precízebben esetleg tudni, de én is tudom, hogy 80 ezer forintot irányoztunk elő, ugye, ebbe az évbe az óvodának, amiből még... Támogatásra, így van. És ez a támogatási összeg, ebből a támogatási összegből még nem került, nem költöttünk semmit. De hát tudná róla mindenképpen, tehát nem költöttünk semmit. Ugye pandémia volt, stb., nyár volt, nem került rá sor, óvoda vezetőnő váltás volt, tehát volt itt sok minden, és most került erre sor, hogy akkor ezt a pénzt, ebből a pénzből ezt tudjuk finanszírozni. Hogy akkor megszavazzátok-e esetleg ezt a kérését az óvodának. Először is fixáljuk le akkor az összeget. Hát 65-70 ezer forint, ő se tudja pontosan, gondolom, hogy ez vagy változó ár, vagy nem tudom, nem tudom. Én azt mondom, hogy egy 70 ezer forintot szavazzunk meg, még mindig marad akkor 10 ezer forint egy esetleges valamire, ugye általában a Márton napi rendezvényt szoktuk nekik még finanszírozni, és az bőven fedezi ezt az összeget. Hát akkor mást nem lesz idén. Hát most... A gyermeknap is volt. Jó, de hát az az iskolával, óvodával közösen szoktuk a gyereknapot, tudod. De ott is van még pénz. Na, így van. Tehát akkor most nálad itt van a költségvetés? Jó, mert én azt nem hoztam el. Jó, akkor tudjuk követni, hogy... pénzügyi vezető asszonynál mindig ott vannak a fontos dokumentumok. Úgyhogy én ezt javasolnám, és hogyha kérhetem, akkor szavazzunk erről a kérdésről. Aki elfogadja a 70 ezer forintot, az tegye fel a kezét. Köszönöm szépen, ez is egy hangú volt. Jó. Akkor az első napirendi pontot azt hiszem kitárgyaltuk. Következhet a második. A Facebook page ismertetése és az árajánlatot mellékeltem nektek, amelyet Szentei Gábor programozó úr küldött át nekünk, és felkérném Szentei Gábor urat akkor arra, hogy foglaljon helyet egy mikrofonnál, és legyen olyan kedves akkor erről egy kicsit bővebben beszélni, hogy mi is ez az egész, és hogy mit fogunk ebből profitálni? Köszönöm szépen. Hát először is üdvözlök mindenkit, Szentei Gábor vagyok. Elnök asszony megkeresett engem az ügyben, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, ugye, hogy propagálás céljából, tehát lehessen tudnia és átlátni a tevékenységét minden szempontból, első körben, és akkor pontosan erről beszéltünk, egy Facebook oldalt hozzunk létre. Ugye azt kell tudni, hogy a közösségi média az mindenféleképpen erős manapság, tehát a közösségi a média révén nagyon sok lehetősége van az adott szervezetnek arra, hogy propagálja a tevékenységét, bemutasson minden olyan dolgot, ami szervesen kötődik hozzá, leírja akár az elnökséget, leírja akár az egész szervezetnek a működését. Tehát egyrésztből fontos, mert átláthatóságot biztosít, másrésztből fontos, mert a tevékenységéről egy teljes körű bemutatót ad. Én elkészítettem egy Facebook page, tehát, ami ugye a Facebookon egy népszerű forma, tehát népszerűsítési forma. Ennek következtében a Német Nemzetiségi Önkormányzatot lehet bejelölni, lehet követni, és ezt úgy gondoljuk, illetve elnök azt úgy gondolta, amikor megkeresett engem, hogy ez a városnak mindenképpen egy nagyon fontos lehetősége lenne arra, hogy ezt a szegmenst is meg tudja mutatni ugye a nagy közönségnek. Ez elkészült, ez az oldal. Megtekinthető egy saját URL-en, mindenki láthatja a Facebookon. Én elvállaltam még azt is, hogy nem csak elkészítem és nem csak beüzemelem ezt az oldalt, hanem biztosítom a 3 hónapon keresztül a díjmentes menedzselését. Én úgy tudom, hogy elnök asszony ezt elfogadta, és ezúton szeretném megkérni önöket is, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen. Ha bármi kérdés van, akkor tudok rá válaszolni.
Én nekem lenne még egy kérdésem ehhez, hogy a három ingyenes hónap után mibe kerül ez a nemzetiségi önkormányzatnak ennek a fenntartása is? Hát én piaci árat tudok most nagyjából mondani, tehát ezek ilyen 20-25-20 ezer forint környéken vannak, hogyha ezt havi szintre lebontjuk. A környékén azt azért mondtam, és azért nem precízen fogalmaztam, mert a tevékenységtől függ. Tehát ezt menet közben kell látni, hogy milyen mennyiségű anyag kerül ki havonta, milyen mennyiségű anyagot kell gondozni, de nagyjából egyébként erre a nagyságrendre lehet számítani. Azokban a hónapokban, amikor nem kerül fel semmi, esetleg adódhat ilyen, mondjuk egy január, amikor akkor is fizetni kell a német önkormányzatnak, vagy csak akkor, hogyha valamilyen de facto munka. Ez egy általán díj, tehát ez megint általán megállapodás kérdése. Van, amikor általán díjban állapodnak, meg van, amikor pedig esetiben. Tehát, hogyha tipikusan úgy néz ki, hogy nagyon erősek mondjuk az októberi hónapok, a januári és a márciusi, akkor nyilván arra célszerű megállapodni, mert a gyenge hónapokban ez nem következik be. Ha viszont homogén, és mindig lehet azt látni, hogy kerül föl rá valamilyen anyag, akkor meg célszerű az általányt választani. Tehát meg kell nézni az ajánlat alapján, hogy melyik a kedvezőbb, és azt kell fogadni. És akkor az általányra mondtad az előbb azt, hogy ez 20 kötőjel, 20 kötő, igen, és akkor az esetinél, hogyha mondjuk az a munkától függ, tehát mennyi fotóretusálás van vele, mennyi videóretusálás van egy limit, vele, hogy tólig, mekkora az összeg? Hát nyilván, hogyha elkészül egy Facebook oldal, akkor egy olyan munkát elvégezni, ami a Facebook oldal elkészítésének a költségét meghaladja, az mindenképpen irreális, tehát nem. Ezt mindenképpen úgy szoktuk számolni, hogy a Facebook oldal elkészülésének a költségének arányítjuk az eseti munkákat. Tehát azt nyilván nem haladja meg, mert az olyan, mintha egy újat hoznánk létre. Jó, köszönöm, nekem nem volt több kérdésem, esetleg a képviselőknek. Egy kérdés, hogy néztem, hogy a Visegrád Német Nemzetiségi Önkormányzata a teljes neve, ezzel szemben néztem a Kalászi, aki csak Kalászi és Vábok néven van a fönn. Könnyebben megjegyezhető, könnyebben beírható, hogy ezen lehet változtatni, hogy rövidebb névvel szerepel? Az URL-t én úgy tudom, hogy egyetlen egy alkalommal lehet megváltoztatni, de ennek pontosan majd utána megyek, mert valóban ugye ez a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatot kapta meg. Most nyilván azt nem adhatjuk neki, hogy Német Nemzetiségi Önkormányzat, mert abból, tehát az igen, tehát elé kellett tenni a Visegrádot. A hivatalos név az, hogy Plintenburg-Visegrádi, de az meg már nagyon sok lett volna. Rövidíteni meg azért nem akartam mondjuk Német Nemzetiségi Önkormányzat alapján, vagy VNNO-ra, mert azt meg gyakorlatilag nem tudják. Nem, ezért mondom, hogy a Budakalász, mondom, Kalász és Pápok, ez az a főcím, és alatta van Budakalász város, Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ha ez a jövőben problémát okoz, azt lehet csinálni, hogy az ember létrehoz egy oldalt, és átkonvertálja arra az oldalra, hogy mondjuk annak az URL-je már az legyen, hogy VNNOK például, vagy VNNO. Tehát ezeket meg lehet oldani, igen. De így viszont leírja, tehát ami nagyon fontos, és attól óvnék mindenkit, hogy a Facebook is egy keresési algoritmus alapján rangsorolja ugye az oldalakat. Tehát az oldal elérésének beszélőnek kell lenni, és tükröznie kell mindenképpen azt, ami a tevékenység. Tehát így, hogy azt adtuk neki, hogy Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, így a Facebook policy-nak teljes mértékben megfelelünk. Jó, ehhez annyi a hozzáfűzni valóm, hogy ahogy Pali mondta, hogy Kalász és Vábok, hogy esetleg a jövőben, hogyha át tudjuk ezt konvertálni, jó, olyanra, jó, hogy mondjuk Plintenburgi Svábok, tehát az is egy egyszerűsítés, vagy Plintenburgi Németek, vagy valami ilyesmi. Jó, szerintem azt tudom. Azért aztán a Plintenburgot, mi tudjuk, hogy Plintenburg, de a Visegrádot egyébként pont. Hát igen, de hogyha bevezetjük. Egyébként pont ezért írtuk így, hogy Visegrád a német nemzetiségi, mert hogyha azt mondjuk, hogy Plintenburg is vábok, nem fogják tudni. De ott van Plintenburg is, hogy Visegrád igen. És vábok az úgy nem tömörebb és könnyebben kezelhető? Sokkal érthetőbb. Mit? Sokkal érthetőbb a visegrádi. Visegrádi is vábok? Jó, hát ezt a jövőben akkor szerintem majd... Jó, hát akkor ahogy gondoljátok nekem, úgyis jó, Visegrád is vábok. Megbeszéljük még. Jó. Meg kell, nagyon fontos, hogy meg kell nézni, hogy a Facebook mit enged meg. Tehát, hogy belefér-e, nem foglalt-e, konvertálható-e. Tehát, hogy nehogy az oldal működésének a rovására menjen ez a konverzió. Oké. Itt próbáltam a hivatalosságra törekedni, hiszen hogyha így hívják magát az önkormányzatot, azt egy picit egyszerűsítve így fogják hívni a Facebook oldalt. Tehát a policy az ezt mondja ki, hogy a kettő együtt azért működjön össze. Igen. Stimmel. Jó. Tubi, neked volt kérdésed? Igen, nekem van, és nem magával kapcsolatos a dolog. Az egyik az, hogy mi az, hogy van egy működő Facebook oldalunk, és nincs róla határozatunk. Tehát úgy tudom, a veszélyhelyzetnek júniussal vége lett,
tehát ezeket mind-mind testület előtt kellett volna elhatározni, eldönteni, határozatot hozni róla. Mi az, hogy egy logó kialakult, amiről a testület nem döntött, ott van rajta. Én másoktól hallottam meg, hogy működik nekünk egy Facebook oldalunk. Tehát itt ezen van a hangsúly, hogy ezt így nem kell, nem lehetett volna megtenni. A másik az, hogy te nagyon jól tudod, hogy a testületi tagok között van szakember, aki ingyen és bérmentve ezt meg tudta volna csinálni. Nem tudom. A Lorcsi. Miért ő programozó? Hát hogyne. Dolgozott tévénél, egyebeknél, tehát ezt meg tudtuk volna házon belül oldani, a mai napig is, úgyhogy én ezt nehezményezem, ezt így nem lehetett volna eldönteni, mi az, hogy Plintenburg-Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, erről semmiféle döntés nincs. Fogadjuk el, hogy a veszélyhelyzetnek vége, minden egyes ténykedést testület előtt kell határozattal döntenünk. Ezt így kellett volna csinálni, tehát én, ez nem önnek szól, ezt remélem érti, nem önnek szól a dolog, úgyhogy én ehhez így fogok hozzáállni a dologhoz. És ezt a későbbiekben is nagyon szépen kérem, hogy ez így működjön. Erre a válaszom a következő. Ebben egyetértek a kolléganővel, valóban mindent a Nemzetiségi Önkormányzat döntése, képviselőnek a döntése alapján kell intéznünk. Itt csak arról volt most szó, hogy egy olyan rendezvény készül a várossal közösen, amelynek a reklámja a sürgőssége, tehát közeli az időpont miatt itt lépni kellett, és hogyha azt szeretnénk, tehát nem értünk rá a testületet korábban összehívni, hanem intézkednünk kellett, hogy ez minél előbb, minél gyorsabban kimenjen a köztudatba, mert azért nem 2 forintos rendezvényről van szó, és szeretnénk, hogyha megfelelő létszámú vendég érkezne erre a rendezvényre. Hozzájött még az is, hogy az Émnösz évek óta jelzi nekem, ugye mindenki tudja, hogy én az Émnösz vezetővel és egyben parlamenti képviselője a németeknek, meg a magyarországi nemzetiségeknek, Ritter Imrével jó kollegális viszonyban vagyok, és ők jelezték, hogy szeretnének itt egy közgyűlést tartani, és esetleg egy közmeghallgatást is fognak, ami ezt az egész dolgot megsürgette egy kicsit. Tehát itt nem arról van szó, hogy megkerültem a német önkormányzatot, elvégre most is itt vagyunk, és erről tárgyalhatunk, és még mindig le lehet szavazni ezt a dolgot. Más kérdés, hogy az elvégzett munkát, amit Szentei Gábor úr elvégzett, azt kifizetjük neki, és akkor ő... Zsebből lehet kifizetni. Parancsolat? Zsebből lehetne fizetni. Bocsánat. Na most ehhez csak annyit mondanék, hogy nagyon jól tudod, hogy erről már mi tárgyaltunk. Azt mondtuk, nem kell sem honlap, sem Facebook, megszavaztuk, hanem ott van a Visegrád honlapja, azon minden megjelen. Most próbálom feltöltetni, majd az SMS-ünket is kérem feltöltetni. Van visegrádiaknak, van a önkormányzatnak Facebook oldala, oda simán föl lehet tenni, azt többen is nézik. Ez nem indok, hogy most van, hogy az Oktoberfest, akkor mindenkinek a háta mögött ezt megcsináljuk. Ez nem indok. Jó, neked nem indok. Ez nem indok. Nálam hát ez indok volt. Igen, nálam ez indok volt. Egy személyi hatalmi vezetőt visszautasítom. Hát nagyon úgy néz ki, mert minden úgy történik, jó, erről most nem fogok vitázni, hogy semmiről nem tudunk. Egyébként szeretném mondani nektek, Pali és Csaba, hogyha az IDA küld mindenkinek e-mailt, mi a két képviselő, a Sanvi Lóránt meg én, mindig vesszük a fáradtságot és válaszolunk mindenkinek, a ti döntéseitekről és válaszotokról sose tudunk. Tehát szeretném azt megkérni, hogy mindig válaszoljatok mindenkinek. Nem külön telefonálgatni az elnök asszonnyal, tudjuk, hogy úgyis így működik minden,
hanem kérem, hogy mindenről mi is tudjunk válaszokat hivatalosan. Ezt most szeretném kérni. Egyébként nem tudom, hogy ki lesz ennek a Facebook oldalnak az adminja például. Admin bárkinek lehet adni adminjogot. Mert tehát látom, az ide van beírva, akinél soha nem működik az internet. Akkor nem adtam meg egyet, most én adminolom. Hát ott van, az ide van rajta mindenhol. Még egyszer mondom, hogy én adminolom, és adminjogot még másnak nem adtam. Tehát ez fontos. Aki kér, annak adok adminjogot. Mennyi adminjogot lehet kiadni? Bármennyit. Tehát akkor is minden képviselőnek lehet egy adni jogot. Hát végül is igen, tehát minden képviselőnek is lehet adni adni jogot, hogyha arról van szó. Ez egy próbaversziónak vehető? Hát gyakorlatilag egy kész verzió, ami igen, innentől kezdve hát ez egy kész verzió, egyébként gondolom te is egyetértesz vele, hogy ez így nem szabályos. Mind a logó kialakítása, mind az elnevezés kialakítása, mind a Facebook oldal létrehozása, most itt vagyunk ugye abban, hogy nem szavazzuk meg, vagy megszavazzuk a 80 ezer forintot, és senki legalábbis nem volt határozat róla. Most hozzunk határozatot utólag? Nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy igen, ez szerencsésebb az ilyen dolgokat mindig előzetesen egyeztetni, de itt most megvan az a lehetőség a képviselő testületnek, hogy úgy döntsön, hogy ez a próbaverzió, ez most akkor leállításra kerül, és akkor az a megoldás lesz, amit a képviselőasszony javasolt, tehát hogy az önkormányzati Facebook meg az önkormányzati honlaphoz kapcsolódik a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Vagy pedig ezt a úgymond próbaverziót tovább folytatja, és megszavazza ezt a minimális összeget. Ezért van most itt ez az ügy, és meg lehet vitatni, tehát ez a két verzió közül. Hát akkor ez lehet most választani. Egy minimális összeg, de ennek van a hozománya. Igen. Tehát ez pont ide való kérdés, hogy kell ez, szükséges-e, vagy pedig nem kell. Tehát csak azt nem értem, mert ezt egyszer már megszavaztuk, hogy ne legyen. Még a Grósz Gábor is. Honlapról Hát az a lényeg, hogy van itt egy álláspont, aki szerint, ugye a Tubi szerint, hogy ne legyen, meg kell kérdezni a többi tagot is, és demokratikusan eldönteni ez az én véleményem. De most azt szeretném, hogyha kijelentenéd, hogy így korrekt volt-e, vagy határozatot kellett volna hozni. Ez egy működő Facebook oldal. Hát elmondtam már, tehát akkor még egyszer akkor kijelentem, hogy szerencsésebb lett volna már a próbaverzió előtt is ülést hozni. Legközelebb a jövőben ezekre jobban oda kell figyelni, de én nem tartom ezt olyan óriási problémának, mivel itt most el lehet dönteni, hogy ez a próbaverzió ez tovább megy, pedig leállításra kerül. A leállításra kerül, akkor nyilván nem kerül semmilyen anyagi ráfordításra a Német Önkormányzat részére. Tamás? Bocsánat, csak annyira, nem szerencsés, hanem törvénytelen. Ilyen egyszerű. Ezt mondjuk, használjuk azt a kifejezést, ami ide kell. Ami ide kell, törvénytelen. Törvénytelen volt, vagy nem volt törvénytelen? Így megrendelt volna. Az volt. Jegyzőnek. És nem az első eset, az a baj. Nem az első eset. Törvényes volt, vagy nem volt törvényes? Válaszolhatok? Igen, válaszolhatok. Hát úgy látom, hogy ez egy, nem is tudom, egy előre forgatókönyv szerint zajlik ez az ülés. Ennek a forgatókönyvnek a szereplője nem szeretnék lenni, mindig meg szeretném ismételni, amit korábban elmondtam, tehát nem szerencsés, de nem tartom ezt olyan óriási jogszabálysértésnek, amiatt nekem törvényességi észrevételt kellene tennem, mivel készpénz kifizetése nem történt, tehát itt most lehet dönteni, hogy ez a próbaverzió megáll, semmilyen anyagi ráfordításában nem kell az önkormányzatnak, vagy pedig az a döntés születik, hogy tovább megy, és ez a minimális összeg, ami valóban, inkább én úgy gondolom, hogy ez egy elvi kérdés, és
és valóban inkább azt gondolom, hogy ez szerencsésebb az ilyen dolgokat előzetesen megbeszélni, de hogyha jó a viszony a nemzetiség tagjai között, akkor ilyen hát kis dolgok is ilyen egyszerű megbeszélést igénylő dolgok esetében is a formaságokhoz ennyire ragaszkodunk, akkor gyakorlatilag minden dolog miatt lehet ülést tartani, és minden üléshez készíthetünk anyagokat, határozati javaslatokat, előterjesztéseket, minden üléshez ugye tévét is, ugye ezeknek akkor költségei lesznek, ezeket a költségeket is be kell kalkulálni, tehát én inkább azt szeretném, hogyha ez a német önkormányzat nem mint politikai szervezet működne, hanem inkább mint kulturális egyesület, ahogy a nemzetiségeknek is ennek megfelelően kellene működni. Nem szeretnék sem törvényesség észrevételeket tenni, sem politikai vitákba belemenni, sem egyik vagy másik oldalnak sem a... Na ugye így kellett volna történnie, szereplője lenni, tehát ahogy elmondtam, jobb lenne ezeket előzetesen megbeszélni, de itt most el lehet dönteni, hogy megy tovább a dolog, vagy pedig leállításra kerül. Ez a kis összeg, ez a 10% a költségvetésének az önkormányzatnak. Ez a 10%-ról beszélünk, nem kis összegről beszélünk, 10%-ról. Hát számolt ki a havi 20-25 ezer forint. Meg a havi 25 000 forint. Tehát nem egy kis összegről beszélünk, nem mondjuk, hanem ez a két milliós, körülbelül 2 milliós, 1,2 milliós költségvetésből. Hogy az admin jogot megkapják a képviselők, és ők folytatják az adminolását, és akkor gyakorlatilag abban nincs tovább. Mindegy, itt egyébként inkább elvi dolgokról van szó, ha ezt érti, elvi dolgokról van szó. Egyébként csak úgy kérdezem, ha már van egy működő Facebook oldalunk, miért nem volt fönt a nyílt meghívó a mai ülésre? Miért nem volt ott? Ugye azért, mert ugyanaz SMS előírja, hogy 2 nappal előtte kell mindent kiküldeni. Mi tegnap este 17:30 kaptuk meg, előterjesztések nélkül, tehát nem tudtuk a témát, abszolút, hogy mi van mögötte, az napi rendi pontok mögött. Utána este 22:00 kaptunk néhány kiegészítő információt. Na most nem biztos, hogy mindenki ül a gép előtt este 22:00 vasárnap este, és ma 11:00 fel tud készülni rá. Tehát ez is egy óriási szabálytalanság, amit elvileg el se kellett volna fogadnunk, hogy ez a mai ülés megtörténjen. Ezek sajnos sorozatos dolgok, és ezért vannak problémáink. Bocsánat, azért hagyd tegyem azt hozzá, hogy én ezt előre jeleztem, mert egy héttel ezelőtt, nem, és akkor jött vissza a válasz, nem, hogy kinek írtad. Jó, kinek nem jó. Ida, pénteken írtál egy e-mailt, és akkor azt írtok én, meg a Lorcsi, hogy a Lorcsi nem tud menni, én nekem tulajdonképpen jó, bár munkatervünk nincs, azt is már rég meg kellett volna, hogy legyen, és annak idején úgy egyeztünk meg, hogy a nagy önkormányzati ülés előtti hét szerdán lesz. Erre nem kaptunk választ. És jött vasárnap, de nem az, nem kaptunk választ, hogy mikor lesz végül is. Feltetted a kérdést, hogy kinek jó. Innen nem tudtuk, se a Pali, se a Csaba nem írt, hogy nekik jó. Én írtam, hogy én nekem ennek ellenére jó Lorcsi az időpont. Írta, hogy neki nem jó. Na most ebből ki a tudja, hogy lesz, és ebből megkaptuk a napit. Ez a baj, hogy nem telefon. Jó, hát. Erről mi nem tudtunk. Konkrétum, tegnap 17:30 tudtuk meg, hogy milyen ülés lesz, és mik lesznek a napi rendek. Azzal, hogy szeretnék hétfőn 11:00 tartani, jó, és nektek. Kérem, hogy jelezzétek vissza, hogy kinek jó. Igen, és abból én honnan tudjam, hogy valóban lesz hétfőn 11:00, mert én nem kaptam választ, csak tegnap 17:30. Hát mert addigra derült ki, hogy hát, mindenki hogy ér akkor, rá. Na. De ez szomorú. Ez semmi olyan rendkívüli nincs, hogy nem lehetne 2 nappal de, előbb értesíteni. Semmi olyan rendkívüli nincs, ez nem a parlament, ahol... Ida, van egy SMS-ünk, amit be kell tartani. De ne legyél ilyen kukacos, Tubikám, az Isten áldjon már meg. Ide. Hát itt emberek, jó hiszemű emberek dolgoznak Ida, ez együtt. Nem egy klub de nem, ez nem egy klub. Túlzásba fizet ezt a dolgot. Túlzásba viszed a bürokráciát. És az előző ciklusban, amikor hárman dolgoztunk, bocsánatot kérek,
akkor is így működött. Akkor érdekes, nem volt soha nem semmi problémát. De akkor mi ketten igen, és mindig ketten megbeszélni. Így van, így van. Most öten vagyunk, és csak hárman tudtuk. Jó, de hogyha nem kapok választ én se időben, hanem akkor, amikor kapok, akkor mit csináljak? Akkor írja állandóan, hogy még nem kaptam választ? Sajnos ebben a városban most mindenhol ez a tendencia, és így működik minden, Tubi, meg... és ezt nem fogjuk hagyni. Jó. Se itt, se ott. Rendben ez van. Nem... Oké, okay. Elmondtad, köszönöm, tudomásul vettük, legközelebb így lesz. Lehet, hogy egy kicsit lelassulnak majd az események, de hát... De mit, akkor... mi ebben semmi olyan standapér nincsen, amit most nem lehet... De képzeld el, hogy például nekem sem jó szerda. És sőt, holnap sem jó. Sőt, csütörtök se jó nekem. A számolódat megtarthasd. Már szeptember se jó, már csak októberben tudod megtartani. Mire veszed? A nagyképviselő, városi képviselő felé. Városi képviselő felé. Igen, a beszámolódat, az éves ilyen. Beszámolódat. Jó, mindegy, jó, ne tér, jó erről most ne beszéljünk. Menjünk tovább. Már éppen eleget beszéltünk erről. Úgyhogy most feltenném akkor a kérdést a képviselőimnek, hogy ehhez a kérdéshez akkor hogy álljunk hozzá. Fogadjuk el ezt az árajánlatot, és azzal a kiegészítéssel, amivel élt Szentei Gábor, hogy megadja az admin jogot, és a továbbiakban akkor mi töltjük fel azokat a dolgokat, amelyeket szeretnénk, vagy pedig akkor úgy lesz, ahogy ő leírta ezt az előzetesbe, tehát hogy az admin jogot akkor megtartja ugye magának, jól értem ezt a dolgot? Hát vagy, mindenképpen egyet vagy mindenképpen adnék. Egyet tehát azért, mindenképpen tehát adnál, én ezt létrehoztam, de akkor... nyilván valakinek hoztam létre, tehát az alapból megkapja. Igen, persze. Igen. Tehát az a kérdés itt, hogy akkor most ezt olyan szempontból fogadjuk el, hogy ő most ezt a munkát elvégezte, nyilvánvaló, hogy a munkát ki kell fizetnünk, hogy ezt megszavazzátok-e, és akkor a jövőben tennék arra javaslatot, hogy akkor az admin jogot átadja nekünk, és amennyiben mi nekünk programunk van, akkor azt mi fogjuk felszerkeszteni, és akkor a képviselőtársunkat felkérjük erre a feladatra, mert most hallottam a Tubitól, hogy az ő fia is programozó. Eddig nem tudtam, hogy programozó. Hát, ha szabadna egy észrevétele élnem, én azt javasolnám, mivel hogy itt azért a magam részéről örülnék annak, hogyha minél szélesebb körben lenne itt a német kisebbségnek a munkája publikálva, és mivel itt azért olyan dolgok is vannak, amikkel nem teljes mélységben lett foglalkozva, ha van rá mód és lehetőség, én azt javasolnám, hogy napoljuk el ezt a napi rendi pontot, és a későbbiekben térjünk vissza rá, ha van rá lehetőség. Szerintem nincs akadály ennek, ugye? Nincs. Jegyző, hogyha akkor, megszavazzuk a akkor, képviselőtnek, meg kell szavazni az ellapolást. Gyakorlatilag ugye ez egy ügyrendi javaslat volt, akkor ugye erről akkor vita nélkül szavaz a testület, és akkor, És akkor ezt elnapoljuk. Akkor egyetértetek azzal, hogy ezt elnapoljuk, ezt a kérdést? Mondom én szépen, igen. Jó, én is emellett lennék. Pali, te is? Hogy elnapoljuk ezt a kérdést, és még visszatérünk rá. Jó. Akkor ellenszavazat 4 igen, és ellenszavazat nélkül elfogadtuk ezt a javaslatot, hogy erre még visszatérünk. Jó. Akkor mehetünk tovább. Megköszönjük a Gábornak a segítséget, és hogy beszámolt, és felkérném az Oktoberfest fő szervezőjét, vagy főrendezőt, Abonyi Balást, hogy fáradjon az asztalhoz, és számoljon be nekünk arról, hogy hol tart a rendezvény. Köszöntök mindenkit. Legtöbben ismernek, Abonyi Balázs vagyok, amit nem tudtak rólam eddig, az az, hogy sörfőző is, és ebben a minőségemben vettem föl a kapcsolatot a Nemzetiségi Önkormányzat egy pár tagjával, hogy ha idén is tervezik megszervezni az Oktoberfestet, akkor én nagyon szívesen hozzájárulnék és részt vennék ezen. És el is kezdtük erről a beszélgetést, ami odáig jutott, hogy akkor október 9 és 10-én megszerveznénk a rendezvényt. Többek között a
a visegrádi, illetve Visegrád város, illetve az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat támogatásával, és polgármester úr, illetve elnök asszony engem kértek föl, hogy egy független szervezőként vegyek részt ebben, amit én elfogadtam. Több nemzetiségi fellépünk lesz, egésznapos programokat tervezünk, gasztrofesztivált, vásár lesz, gyerekprogramok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igyekszünk mindenkire gondolni, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző elfoglaltságot, és hát természetesen lesz sör. Reméljük elegendő mennyiségben, úgyhogy várom kérdéseiket, észrevételeiket, és remélem, hogy mindannyian megtisztelnek a jelenlétükkel. A rendezvénytéren. Bocsánat, ezt nem elfelejtettem hozzátenni. Ugye a hirdetési kampányunknak része volt egy szórólap, ami a szeptemberi visegrádi hírekben jelent meg. Ennek a célja csak a figyelemfelkeltés volt. Az októberi számban kijön majd egy újabb hirdetés, ami részletes program, illetve rendezvény, tehát meg fogjuk előni a rendezvényteret, mint helyszínt. Illetve egyéb tudnivaló is mind rajta lesz. Ugye nagyon fontos lesz, hogy az aktuális járványügyi megkötések betartásával fogjuk tudni megtartani a rendezvényt. És infrastruktúra hol lesz? Milyen infrastruktúra? Hát például WC. A WC-k egyrésztről a rendelőnek a két meglévő WC-t fogjuk használni, illetve bérünk 4 darab tojtojt. És mi lesz a vasárnapi piacon? A vasárnapi piaccal kapcsolatban beszéltem Szabados Ákossal, és vasárnap fogok vele találkozni, és meg fogjuk beszélni, hogy a vásárosok, illetve az ő piacosai hogyan fogunk elférni egymás mellett. Ő pozitívan állt a dologhoz, úgyhogy úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni állapodni, úgyhogy mindenki elférjen, és azt hiszem, hogy ő is egyet fog érteni abban, hogy emeljük egymás rendezvényeit ezzel a dologgal. Most ez így nagyon jó, hogy ti így hárman megbeszéltetek mindent, de azért a... Mi, mint testület. Ezért kérlek, nem tudom, hogy... Semmit csak nem tudom, ezért ülök itt. Ugye az újságban megjelent, és kaptam a telefonokat, meg a leállítottak az utcán, hogy milyen dolog ez, se helyszín, se semmi nincs benne. Legalább oda lehetett volna írni, hogy ez egy előzetes figyelemfelkeltés. Szóval ez egy kicsit furcsán ment az egész. Nyilván megint nem tudtunk semmiről, határozat nem történt, most már minden rendeződik, mire döntenünk kell róla. Úgyhogy valami mindegy, hogy történt ez a szervezés, csak úgy apró. Azt, hogy a nemzetiségi önkormányzat felé mit kellett volna kommunikálni, ezzel kapcsolatban sajnos nekem nincsen tapasztalatom. Nem neked. Jó, de... Ez nem neked szól. Természetesen, értem, ezzel én tisztában vagyok, Én a saját tudásom legjavával próbáltam úgy felépíteni ezt az egész dolgot, hogy ezzel elérjük a kívánt hatást. Természetesen állok rá mindenkinek a rendelkezésére, tehát hogyha bármi kérdés vagy észrevétel, nagyon hálás vagyok érte, mert én azt szeretném... Meghívottakat minden te intéztél? Milyen meghívottakat tetszik? Hát akik jönnek fel. Igen. Tehát mivel főszerveződnek kértek föl, ezért minden telefont számot átvettem, és mindent a kezemben tartok, tehát természetesen nem én csinálok egyedül mindent, de minden fellépőt külön felhívtam telefonon, telefonon, úgyhogy remélem, hogy így akkor... És hát ugye a felelősséget is én vállalom természetesen ezért. Úgyhogy ja. Remélem, hogy minden sikerül. Nagy dolgot vállaltál. Ja. Igen. Hát azt majd gondolom elővezeti a költségvetést az ide, gondolom én, nem tudom. Nem tudom. Tessék. Költségvetésről hallottuk valamit? Hogy tőlem? Nem hiszem, nem. Ő csak csinálja, nem ő neki kell, gondolom. Nem, tehát én nem döntök semmilyen költségről, tehát ugye én egyrészt társadalmi munkában veszek ebben részt, másrészt pedig nekem magához a költségek, tehát én csak prezentálok költségeket, hogy ezeket elfogadják-e vagy sem, az nem az én döntésem. Most kiderül, gondolom, mert erről se kaptunk semmi részletes tájékoztatást, hogy mi mennyi, hogyba fog kerülni. Egy-két forrás. Hogy lehet szervezni, nem tudod a költségvetést? Természetesen tudom a költségvetést, de nem én tartom, de ne... Tehát... kérem, természetesen mindennel tisztában vagyok, hogy mi mennyibe kerül, mivel, mint mondtam, én is, tehát fölhívom az összes fellépőt, az nem jelenti azt, hogy az utolsó cipő színről is én fogok dönteni.
És hát természetesen, mivel a tehát Visegrád város is részt vesz a szervezésben, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat, így értelemszerűen az, a költségekről ők hozzák meg a végső döntést. Majd most gondolom megkapjuk a tájékoztatást, hogy mennyibe kerül, gondolom. Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék itt most javasolni az ülésen, és főleg az elnök asszonynak, hogy mielőtt az egész ilyen partalanná válna, hogy ugye ez a Német Önkormányzatnak az ülése, és hogyha vannak vendégek, természetesen ez egy nyílt ülés, akkor a vendégek jelezzék egy készfeltartással, hogyha hozzá szeretnének szólni, és akkor elnök asszony természetesen hozzájárul, és akkor utána fel tudják tenni a kérdésüket. Tehát, hogy mert akkor így ilyen párbeszéd alakulhat egy beszélgetésé ez az ülés. Úgyhogy remélem akkor a mikrofonban majd legközelebb én is egy közelem. Ja igen, köszönöm a külső technikai segítséget, tehát mikrofonba felteszik a kérdést, és akkor a tévénézők is akkor jobban hallhatják. Van még kérdés esetleg a Balázshoz? Nincs. Köszönöm szépen Balázs akkor. Igen, köszönjük szépen. Még egy perce maradj azért itt, mert számokat fogok majd tőled kérdezni, hogy most végül is hány csoportunk van, aki a fellépését jelezte, és az milyen létszámban van. Azt így tudod fejből, nagyjából? Vagy... Ha jól emlékszem, akkor 12 csoport fog fellépni, és körülbelül a hozzátartozókkal, illetve a kísérőkkel együtt 200 fővel számoltunk. Mennyit mondtál? 200 fővel számoltunk. Tehát jön egy csoport Gereslakról, egy csoport Nagymagosról, egy csoport Verőcéről, Nógrádról is jön egy csoport. Pilisszentlászlóról is jön egy csoport. Pomázi tűzoltózenekar is jön, igen. Most sajnos nem, lehet, hogy nem említettem mindegyiket. A visegrádiak... Megkaptuk mellékletnek egyébként, a meghívott. Igen, tehát, igen, az, akkor látom, igen, tehát ott van a kutatók, kívül más nem fog fellépni, ugye mindenkivel fölvettük a kapcsolatot, és mindannyian visszajeleztek, hogy jönnek. Jó. Oké, no. Mi már el... Az iskolában kértünk lehetőséget erre. De lehet, hogy lesznek még sátrak is, ugye? Hát természetesen miután megvan a pontos létszám, meg fogjuk nézni az iskolában hányan férnek el, és van, és hozzá tudunk férni plusz sátrakhoz. Plusz sátrakhoz is, igen, ahol esetleg ruhájukat lerakhatják. Mi már előzetesben a Tubival beszéltünk arról, hogy a költségvetésünk hogy áll, ugye? Már írtam neked, és te is válaszoltál. Helyesbítetted a számot, azt nagyon meg is köszöntem innen, akkor. De innen most le is jön akkor ez a 70 ezer. Vagyis nem. Nem, mert a 80 ezer. Jó, nem. Jó, semmi. Csak a gyereknapi 300 ezer az akkor benne maradom. Nem, tehát arra persze, számítani az kell, hogy az óvodának nem maradt több akkor. Így van. És persze ugye... nem tudom, mert én nem tudom, hogy miket... költöttetek közbe. Nem költöttünk semmit, már mondtam az előbb. Ez a 850 ezer forint van magyarul. Úgy vacsorára, amit megszavaztunk, az... Tessék? A Tintenburgi, a Oberbüszű vendégek vacsorájára megszavaztunk. Hát ott összesen 5-en voltak a vacsorán. Hát azt gondolom, nem lesz, biztos maradt abból, gondolom én. Bár nem tudom, hogy miket költöttek. Nem, Tibi nem kért semmit. Tehát... az összes pénzben. Na hát akkor még az is hozzá. Grátis volt. Mert én azt levontam belőle. Akkor még az is hozzá. Az ott van. Én azt akkor durván 900 ezer forint. 900 ezer forint van. Az előzetes kalkulációnk az olyan hány százezernél állt meg? Mármint a teljes költségvetésüket, most a költségeket illetően? Igen, vegyük azt, hogy lesznek ugye a szereplők, igen. Lesznek a VIP-esek, lesznek a rendezők, az éjjeli őr, a satöbbi, ugye? Ami költségeket... És akkor ez eddig... még körülbelül egy 30 ember legalább? Körülbelül. Körülbelül 30, tehát a 230 ember. A VIP-esek. Tessék? Kik a VIP-esek? Hát a VIP-esek azok például a Pest megyei önkormányzattól lesznek kint, akkor az Imre-nek a stábja,
akkor... Hát ők ebben a... Igen, tehát, ott is, itt akkor, is, ott ami, is tehát amire, tehát ami a kérdésre a válaszom az az, hogy eddig a legnagyobb költségposzt az a szomorú fiúknak a gázsia, ami 325 ezer forint, amiért ők vállalnak 6 órányi fellépést, hozzák a saját hangosításukat. Ez egy fix. Világosítást, hangosítást. Így van, igen. Tehát ők a teljes színpadi berendezést hozzák magukkal, és ezért ők 6 órányi fellépést vállalnak. Tehát ez eddig a legnagyobb posztunk. Amit még egyelőre megint csak megsatszolni tudtunk, ez az a 200 fő, 200-250 fő, akiknek ugye az ellátásáról gondoskodni kell. Ezt is az Eller Tiborral én intézem, hogy ő mennyit vállalja az ételbiztosítást. Ugye ott majd a helyszínen az italt azt más fogja intézni. Illetve hát még ide ehhez jönnek a mobil WC-k bérleti költségei, illetve a hordozó. Az igazság, hogy mára várom a választ. Tehát nem nagyon szívesen nagy tovább küldöm. De olyan 20 ezer körül. 20 pár ezer forint, de sajnos még nem tudom, hogy fix. Egy. És kettőt. Igen, tehát nem, négy darab körül, 30 ezer forint összáll. Tehát két napra telepítve, elbontva, elszállítva. Idehozva, elvíve. Tehát kb. Ekkora költséget kell számolnunk. Ez lehet 6 WC is, tehát meglátjuk költségvetésből. Akkor bocsánat, hogy kérek, de ez most nekem is egy új szám, tehát két napra 4 WC? Igen, és A30 a szállítás elszállítással együtt, tehát az 4×3=12. Akkor a 120 ezer cím. Ami? Nem, mert az áfa benne van. Ez plusz áfa. Plusz áfa? Igen. Plusz áfa. Akkor de ez egy durva szám, tehát azt mondom, hogy ez természetesen azért bekértünk árajánlatot több beszállítótól is, hogy minél lejjebb tudjuk nyomni. Tehát kordonok vannak az önkormányzat tulajdonában, tehát ezt nem kell bérelni. Bocsánat, ezt javítom, mert a legújabb információ szerint azok a kordonok nem mind használhatóak, mert egy párat felhasználtak ugye a Langház utcának a biztosítására, tehát egy pár kordon bérelnünk kell, körülbelül 15 darabra gondoltunk, 13-at tud hozni az egyik beszállító, ami kb. 20 ezer forint plusz áfás költség lesz még pluszban. De ezeket majd természetesen, hogyha megvannak a pontos számok, akkor átküldöm. Hát igen, akkor a költségről elvileg akkor kéne döntenünk, amikor már konkrétan akartunk. Jó, de hát most vitassuk akkor meg, hogy is állunk anyagilag. Ez a lényeg, tehát hogy... Igen. Az igaz. Most a kosztra mennyit terveztek? Mennyire hát tibik? Egyelőre abban fogunk, tehát abban szeretnék megállapodni az Eller Tiborral, hogy 1000 forint per főért fog akkor ellátást biztosítani. Úgyhogy ez 250-rel írt be, tehát akkor, mert mondom, hogy egy 50 ember. 250 ezer forintnak. Na most a VIP-eseknél olyanokra gondolok, figyeljetek ide egy pillanatra, mint a visegrádi önkormányzat, nagy önkormányzat, városi önkormányzatnak a tagjai. Akkor a Nemzeti Múzeumnak a vezetője, a Művelődési Háznak az igazgatója, az iskolának a két vezetője, tehát akik vezető tisztséget... De ezt mit érted a VIP-eseknek? Ez ingyen kapnak kaját, vagy hogy? Igen, ez minden rendezvényünkön így volt, amit csináltunk még a 10-es éveknek az elején. Igen, hogy ezek a személyek, ugye a kis önkormányzat, nagy önkormányzat tagjai, akkor akik biztosítják, a rendezvénybiztosítók, a tűzoltók, akik ott lesznek és biztosítják a rendezvénynek a helyszínét, plusz ugye bemutatót tartanak, ugye, ott ez rendben van. Tehát gyakorlatilag durván egy 50 ember. Gyakorlatilag egy 50 ember durván. Illetve még van egy költség, amit éppen most fogunk majd kideríteni, ez még belefér az időbe, hogy föl szeretnénk majd tenni molinókat, hogy egyértelmű legyen, hogy ez milyen rendezvény és ki szervezi. Tehát ezt szeretnénk majd kitáblázni. Reklám miatt is, itt az utcán többek között, hogy a látogatók megtalálják, illetve hát, hogy mindenkinek megmutassuk, hogy kik. Akkor még az is költségbe fog kerülni, hogy okleveleknek tehát a fellépők oklevele, igen, de még ezt nem tudom, hogy mennyi. Akkor a karszalagoknak az elkészítését. Ezt beszerezzük, vagy meg kell csináltatni valamit? Lehet ilyet vásárolni. Igen. És ez most hogy lesz? Hogy lehet oda bemenni? Tehát ugye falunappá lesz minősítve az a rendezvény. Ja, akkor nem kell. De kell, tehát az 1500 főt nem léphetjük túl, és természetesen kordoros... Nem is lesznek többen, gondolom. Az igazság, hogy fel kell készülnünk rá, hogy bárcsak lenne ilyen problémánk, fel kell rá készülnünk.
Tehát kordonos beengedés lesz, tehát semmiképpen sem nyitjuk meg a területet két helyen, és lesz bőven karszalag, tehát nem csak 1500-at rendelünk, hanem többet pont azért, mert hogyha esetleg átlépni... Így van, tehát ugye, mivel egy egész napos rendezvényről van szó, fennáll annak a veszélye, hogy valaki bejön délelőtt. És ez két napra szól? Ez a szalag két napra szól? Nem. Hogyha még bent tartózkodsz, tehát bemész, kapsz egy karszalagot, ha kimész, akkor levágják. Ha visszamész, kapsz még egyet, ezek kontrát, hogy 1500-nél több ne legyen semmiképpen. Egyszer 1500 főnél több nem tartózkodhat a területen. Tehát ezért találtuk ki azt, hogy semmiképpen ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy már délelőtt elfogy az 1500, és akkor azok az emberek nem is tartózkodnak már tovább a területen, hogy minden kimenőről levágjuk, és kap egy újat, hogyha visszajön, és akkor így megszámoljuk a levágottakat is, és így felügyelet alatt tudjuk tartani a területet. Illés Miklósék vállalták, tehát négy polgárőrrel kimennek, két kapunál, ez biztos, Illés Miklós a polgárőrség vezetője. Jó nagy területet kell lezárnatok kordonnal, és nincs az a fajépület, ami jó nagy területet kell. Igen, ezért is kell 15 darab még pluszba ebből a nagy kordonból, tehát hát sajnos, de ahhoz, hogy megfeleljünk a követelményeknek, ezt mindenképpen biztosítani kell. Kérdés, hogy nem szigorodik-e az, reméljük, nem, már azt ígérjük. Hát azért mégiscsak abból indulunk, hogy a vadászati világkiállítás október 14-ig tart, tehát addig nem valószínű, hogy szorítanak rajta, reméljük, hogy így is lesz. Nem fognak egyébként. Nem, tehát... Tubi, csinálsz egy gyors összeadást? Hát ez most így durván, hát összegeket nem nagyon tudok, de most eddig, amit elmondtatok, a reklám meg egyebeken kívül, már amit a mi keretünk azt. Az már elfogyott. Tessék? A mi keretünk az már a 900 ezer megvan. Mert 325, ugye 325-öt mondtam. 325, igen. Az áfás? Nem, az is plusz. Nem. Az áfás. Nem, ez csak ennyi. Nem áfás. Ez 325. Az áfás? Nem. Ez sima 325. Sima 325. De ők adjonak, vagy áfamentesek? Számát adnak, ők áfamentesek. Áfamentesek. Tehát akkor ez van, jó. Igen. Akkor egyszer 325. Igen, akkor kajára vegyék 250-et. Az is biztos. Annyi biztos. Igen. Akkor a 120 plusz áfa a WC. 130. 150. 150. Több az. Az is, akkor a kordon az... A 30 ezer forint az a négy, tehát az nem darab, hanem összesen a négy darab 30 ezer forint. A toj-toj vécé? Igen. Ja, bocsánat. Ide, ahogy elmondtad. Ja, bocsánat, akkor én már szabába vágtam, tehát az 30 ezer forint összesen a négy darab. Tehát nem darab. A két napra. Igen. Szóval hát az egész más. Én is úgy értettem, hogy... Nem, az... Citát figyeltem, nem, igen, ő... De én is így értettem, hogy darabja ennyi. Jó, akkor az mondjuk 45 ezer. Ez kicsit drága megoldás. Én még sose béreltem WC-t. Ja. Hát most ezt őszinte megmondom én sem. De... Akkor a kordon az mondjuk 25. Akkor ez eddig... Azt mondja, hogy hát eddig egy olyan 6-620 ezer forint, plusz akkor ezek a reklám, meg karszallagok, meg most tudom, mit írtam föl. Ott arra satszolok, hogy 150 ezer forint plusz áfa lesz körülbelül, de ez még ugye a kicsit a molinóval együtt. Igen. Karszallag, molinó. Karszallag, molinó, igen. De ez még azért erősen változik. Azok benne vannak minden, vagy azok még jönnek az éjjeli őr, meg a rendező? Nem, a 250-ben benne van. Az 250-ben benne van. De mint kaja. Igen, úgy benne, van benne. De azoknak mit fizetünk? Nem fizetünk. Semmit, amit Miklósék csinálják. Ezt ők? Társadalmi munka. Társadalmi munka, úgy van. Igen. István Balázs vállalta az őrködés, hogy vigyázz a sátorra, vigyázz a felszerelés, ami kimar éjszakára. Jó, szóval az nem kerül plusz. Nem, a tűzoltók sem kértek semmit az állításért. Oklevelek, reklám, karszallagok, ez körülbelül milyen összeget tesz ki tudja mi? Arra mondtad a 100 Az okleveleket nem tudom, azt sajnos nem tudom. Én a molinóka meg a karszallagokra mondtam ezt a 150 ezer forintot, mert ez egybe szállítva tudja intézni. Aha. Jó, hát mondjuk durván 200 ezer forint, akkor dobálódzunk itt a pénzekre. 3, 8, 12, 14, 4, 6, 8. Hát ott tartunk körülbelül, hogy a mi keretünk megvan. Hol tartasz? Hát a 850 ezer körül vagyunk. Jó, körülbelül én is ezt számoltam, így előzetes.
Jó, akkor az stimmelünk. Jó, hát akkor van rá keretünk, de ugyanakkor... Hát és még az önkormányzat. De még jön, most mennyi jön az önkormányzat? Még két hát 350 ezer forint kifejezett, nem, bocsánat. Úgy nyert, most kaptuk az értesítést, hogy megnyertük a pályázatot, és hát az a 400 ezer forint körüli, mert a 350 az kifejezetten padokra, meg székekre, igen, és a 650 ezerből is még ilyesmire is, igen, plusz még lehet, hát ez olyan átvitt dolog, mert egyéb szolgáltatásra, egyéb dologi kiadásokra mehet még. Lehet még. Tehát a 400 ezer elvileg mi úgy, igen, határoztuk meg a... Igen, mert ezt írtad nekem, hogy 400 ezer még felhasználható. Igen, mert a testületi ülésen így voltunk, hogy 400 ezeret adjunk erre, és akkor lehet úgy, hogy ők, az önkormányzat fizeti az ételt. Igen. Az ő számlájára. És azt akkor lehet? Nekünk, hát nekik az ő nevükre kell a számla, a 400 ezerért az ő nevükre kell számla. És ő nekik más, ugye nekünk kell az adót fizetni. Figyelj, most várja, a kaját én úgy gondoltam, hogy azért írtam itt a... Nem kell az a hetes pont. De nem kell őket bevonni. Hát az önkormányzat pénzét mire költjük? Arra tudjuk költeni. Ja, jó, jó. Értem? Jó, már én és nem akkor tudtam. Nem kell belevonni, mert én írtam, hogy a számlákat akkor az önkormányzat nevére kell kérni. Igen, csak nem volt egyértelmű, hogy most melyik önkormányzat nevére. Hát a nagy. A nagy vagy a kicsi. Mert a nagy nyerte a pályázatot. Tehát neki úgy kell elszámolnia, hogy neki jó kell a számlának, okay, az ő nevére kell, hogy szóljon. Értem. Ezt a pályázatot még nem tudtam. Nem tudtam. Hát de én írtam neki. De az, hogy beadtuk a pályázatot, azt tudtuk. De most mondta az Andrea, hogy megnyertük. Hogy megnyertük a pályázatot. Jó. Tehát ebből körülbelül egy olyan 400 ezer forintot lehet számolni, és akkor ebből az ételeket... Azt akkor ki tudjuk fizetni. És akkor ezen nincs 50%-os reprezentációs adó? Szerintem nincs. Akkor nincs. Nekik nincs. Csak a kisebbségi önkormányzatoknál hozták ezt be. Ja, értem. Jó, igen, értem. Tudom, mi az oka. Igen. Jó. Tehát akkor ezt a 400 ezer forintot, tehát vagyis a kaja összegét, amit kiszámoltuk, a kaja az simán mehet. Az mehet akkor a 400 ezer. Van keret. Aha, jó. Tehát akkor, ha levonod, akkor viszont... Azt költsük el először, mert azt mindenképpen el kell. Azt mindenképpen el kell költeni. És maradjon nekünk egy kicsit több. Persze. Jó. Tehát, hogyha levonod, akkor a mi végösszegünk... 850, marad 450, amit eddig akkor mi költünk, mondjuk. Tehát nem, nekünk... több, 600, nem? Nem, mert a 850, eddig 850-re jött ki. És hogyha kiveszed a 250-et... 400. De gyönyünk vegyék ki 250-et. De az önkormányzat 400 ezrét, mondom. Jó, csak nekünk akkor több marad, nem? Azért mondom. Tehát kivonod a 850-ből a 250-et, akkor és marad 6, ami megmarad nekünk. Igen. És a 400-ból meg mehet a kaja, amit a nagy önkormányzat a pályázaton nyer. Most milyen 250-et vonsz le? Levonod a kaját, de azt a 400-ból költöd. Igen, de nálunk akkor ez pluszként fog jelentkezni, tehát ennyivel több hát pénzünk azért marad. Azért mondom, az önkormányzattól kapunk 400 ezer forintot, tehát a mi 850-ünkből levonjuk a 400-at, igen, és 450 marad. A 400-ból kifizetjük majd az ételt, jó, ott marad 150 még, tehát jó, van kerek. Jó, tehát nekünk lényeg az, hogy a 250-et nem kell kifizetni, a nem, kis önkormányzatnak, tehát annyival igen, több pénz. Igen. Tehát a 850 mindjárt 600 marad. Na, jó, mindegy, jó, oké, rendben van, akkor számolunk és mérünk. Jó. De figyelj, muszáj, mert most azért vagyunk itt. Normálisan számoljuk, hát elég az, hogy nem lehet megérteni, hogy van 400. De értem. Van 400 ezer forintot az önkormányzatnak, és a 400-at elköltök, tehát a 850-ből 400-at költök, tehát 450-et költök csak az önkormányzatéban, és marad 450 pluszba az önkormányzatnak. Erről beszélem egy órája a túl, de nem lehet megérteni, ezt ilyetek. Erről szólt ez az egész. De megértettem. Nem. Jó, akkor jó, nem. Az ide biztos úgy gondolta, hogy akkor 600 marad igen nekünk, amiből még gazdálkodhatunk, de abból csak 450 a nemzetiségi és 200 a nagy önkormányzat. Kész, ennyi. Oké, jó. 150 jó, még hadd tegyem hozzá ehhez a rendezvényhez, amiről most még nem esett szó, de már ugye a reklám oldalon már olvasható, ez a Blickpunkt kiállítás, amiről írtam is azért. Az micsoda? Az a
ez az Ungarndeutsch, ez Kultur- und Informationszentrum, ami azt jelenti, hogy van egy, az országos német önkormányzat mellett működik ez a Német Kulturális Centrum, a Lendvai utcában van a székhelye, és ők azzal foglalkoznak, hogy egész évben, ugye hosszú évek óta gyűjtik a képeket, az információkat arról, hogy milyen nemzetiségi rendezvények vannak a Magyarországon, különböző nemzetiségi helyeken. És ebből minden évben ugye beküldik a képeket az eseményekről, vagy videókat is akár, és akkor ebből minden évben csinálnak egy versenyt, és akkor vannak ilyen díjnyertes képek, meg videók, és azokat aztán ugye tárolják, és azokat lehet kölcsönözni, és ingyenes kiállításként, aki megrendeli, mondjuk a kíváncsi arra, hogy 2015-ben milyen rendezvények voltak Magyarországon, a nemzetiségi falvakban, akkor kikölcsönzi tőlük, és akkor csinálnak abból egy kiállítást, általában 2 hétig szoktak egy kiállítást otthagyni a rendező, megrendelő helyén, és aztán vissza kell szállítani nekik, de ez mind megegyezés kérdése, hogy ez hogy történik. Általában postán küldik ki, és postán kell aztán visszaküldeni, vagy ha éppen arra jársz, akkor fogod, és becsomagolod, és beviszed a Lendvai utcába. És ez hol lesz? Ez itt lesz, ez a Blickpunkt kiállítás, most a 18-as évet kaptam meg, vagy kaptuk meg, mert a 19-es már ki van kölcsönözve, a 20-as évben ugye a pandémia miatt nem nagyon történt semmi, úgyhogy az így kimarad, és a 18-as évnek a nyertes képeiből lesz egy kiállítás, amit ilyen, ezekre a paravánokra fogunk rá ragasztani, ilyen gyurmaragasztóval lehet rárakni, és a egészségháza, a bezárt egészségháznak a verandáján gondoltuk fölállítani, és aztán utána meg átvisszük az iskolába, és az iskolába még egy 7-ig vagy 10 napig még ott a német oktatás keretében belül. És a Miklas Schwab napunk nem lesz rajta, mi? Tessék? A Miklas Schwab napunk, amit rendezte, az nem lesz rajta. Hát mert nem lesz azért rajta, mert nem, nincs ledokumentálva, igen, vagyis hát nem küldtük el. Van fotóanyag? Nem, szerintem. Van fotóanyag. Hát akkor mi rárakhatjuk, figyeljetek, mi rárakhatjuk, csak ki kell megfelelni. Én ott voltam, én szerveztem, csináltam, úgyhogy én nem tudom, én nem fotóztam magamat. Na várjál, de ez az volt, amikor a Börna Drágos srácokat elhívtak, nem? Az, igen. Na, a Danubia csinált arról képeket, nem? Ki volt a Danubia? Úgyhogy a Csillától kell majd. Ez volt szerintem. Ez nem 19 nyara volt? Nem, 19 nyara volt. Ez 19, nem volt az választási év, hogy 19 nyara volt. 19. Aztán 20 már kiesett, 19 nyara kiesett. Volt. Ezt majd a Csillától fogunk kérni képeket. Akkor azért vitték el, mert annyira jó volt. És azért nem tudtuk, mi kibírni. Ja, van anyag, akkor ki tudjuk nagyítani, és kiteszik ezt. Persze, csak én nekem biztos nincs nyarom. De nem, hogyha az más, akkor nem. De mondom, ez azon kívül is kirakhatjuk, mert a Blickpunkt, ugye most ők elküldenek 38-42 képet ilyen A4-es méretben. Most nem szerencsés ugye összekeverni a kettőt. Azt megtehetjük majd, hogy esetleg az iskolába, ha addig ezt meg tudjuk csinálni, hogy kinagyítatunk, ha a Csilla ad nekünk képeket, akkor abból tudunk. Egyébként is kéne, majd erre jó lenne valami szakember tényleg felkérni. Nálam is rengeteg kép van a számítógépemben, tehát az előző évek rendezvényeiről, és olyan jó lenne abból is egy ilyen kiállítást, majd vagy egy laporálőt csinálni. Majd a lankházba. Hát akár ott is, de lehetne az iskolába is, tehát ezt valahogy meg kéne oldanunk. Egyébként erről beszélgettünk még Lorcsival is egy éve, másfél éve, és akkor azt mondta, hogy hát erre neki nincsen ideje, ugye? Hát most aztán pláne nem lesz ideje a 3 gyerek mellett, tehát erre majd valamit ki kell találnunk, hogy ki fogja ezt megcsinálni. Jó, ennyit szerettem volna még hozzátenni ugye a rendezvényhez, hogy lesz ez a Blickpunkt, amit ja igen, még a fontos dolog, hogy Ritter Imre fogja megnyitni ezt a kiállítást, úgyhogy hát ez egy ilyen kb. 15 perc lesz, és utána
kezdődhet a délutáni műsor. Ugye, még annyit kéne elmondani, hogy egy nagy fesztivál sátrunk lesz, ugye? Így van. Akkor a technikai részeket a férfi mondja el. Már amennyire lett, tehát egy nagy fesztivál sátort tervezünk felállítani, illetve lesz még egy kisebb sátor ugye a kiszolgálásnak, tehát ételital kiszolgálásnak. Aztán tervezünk majd természetesen egy hát eső esetére variációt is, hogy mivel fogjuk tudni kiegészíteni ezt, hogyha az időjárás jelentés azt mondja, hogy esni fog. És ezek a sátrak? A sátrat. Ön Csaba biztosítja a vázat hozzá, és a Celleróbi adja a vászon részét. Mert ez viszont akkor két kézben van. Érdekes kooperáció. Csaba ezt elmondja. De milyen érdekes, hogy mindenki tud róla, csak mi ketten a Lócsival semmi. Jelen, bocsánat. Nekem csak egy olyan beszéltük, hogy nem, valóban nem írtam e-mail telefonon. Jeleztem neked még augusztus 20. Igen, de akkor csak engem hívtál a Lócsit, akkor sem. Hát mondod, az anya csak szól neki. Megspórolt egy vonalat. Hát engem hívtál személy szerint. Szeretem is kérni, hogy ha ráérsz, akkor amikor megbeszélést tartunk Balázsnak, hogy pénzügyi részét te látod el, ha részt venni ezek a megbeszélések, azt megköszönném, mert... Hát, ha tudok róla, akkor oké, de ha nem tudok róla, akkor... Most vagyunk a tett helyszínén és mezején, tehát most ezeket a dolgokat megadjuk. Eddig mi csak a levegőbe beszéltünk, idézőjelben, és most akkor ugye megbeszélhetjük, hogy akkor hogy is állunk anyagilag, akkor mire mennyit tudunk költeni, azért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük és megszavazzuk. Mert eddig csak terveztünk. Tehát a tervezési szakaszból most abba a szakaszba léptünk, hogy konkretizáljunk dolgokat. Tehát akkor pénzünk van, ugye, alelnök asszony, és akkor gyakorlatilag nincsen így probléma, anyagi hát problémánk egyelőre nincsen. Úgy tűnik, hogy nincsen probléma, tehát meg tudjuk csinálni. Hát nyilván a nagy önkormányzat, mire a támogatói okirat megérkezik, az később lesz, de feltételezem, hogy meg tudja. Támogatói okirat megérkezett. Azt majd... Ezt megkaptam a támogatói okiratot. Nem, a pályázatra nem. Ja, nem a pályázatról beszélek, erről a pályázatról, mert ez ma jött az értesítő. A támogatási szerződéssel meg tudjuk oldani a két önkormányzat között, és akkor hamarabb át tudjuk. Azért nem jó, mert akkor nekünk, ha kosztra költjük, akkor nekünk adót kell fizetni a kaja után. Tehát csak úgy tudjuk megoldani, hogy a ti nevetek, vagyis a nagy önkormányzat nevére vesszük a dolgokat, érted? De csak annyi, hogy meg kell előlegezni a pályázatot. Jó, erre akkor kötünk egy külön megállapodást, akkor erre megkötjük, és akkor... De a nemzet is, vagy a nagy önkormányzat nevére kellenek az ételszámlák, az biztos, tehát nem így. Jó. Jó? Jó, amúgy is ez egy közös program. Igen, de a pályázat is közös pályázat, úgyhogy... Igen, úgyhogy nem. És ebben az Émnösz is hozzáadta, ugye hát egyelőre pénzt nem adott, de ha nagyon szükségünk van, akkor adna, szóljunk nekik, de ők is szervezőként szerepelnek, ugye, és támogatóként szerepelnek itt a rendezvényen. Mint említettem, jó, ugye itt van lépjünk tovább. Léphetünk tovább, igen. Úgyhogy, na most akkor itt köszönjük szépen Balázsnak. Kimerítő volt, amit kaptunk tőle, úgyhogy akkor itt most milyen szavazásban nyomítsunk le, hogy szavazunk meg, hogy a kikalkulált maradvány összegünk terhére, aztán majd... Jó. Nem? De gondolom, teljesen mert nem tudunk konkrét összeget még nem majd tudom. Véglegesítjük, de ez jó. Maximum 850 ezer forintot írjuk be. Jó. Tehát akkor bediktálod a szövegét ennek a... Hát, hogy úgy... Ja, hogy először is szavazzuk meg, hogy megszavazzuk ezt a 850 ezer forintot. Erre a rendezvénynek. Okay. Jó, négy igen. És akkor annyi, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése terhére a maradvány összeg, vagy költségvetése a maradvány összeg terhére maximum 850 ezer forintot biztosítunk az Oktoberfest. Rendezvényen. Maximum. Igen. Aztán majd meglátjuk, nyilván nem fog kelleni, mint reméljük, mert ugye... Úgy tűnik, hogy nem. Igen. Úgy tűnik, hogy...
Ez úgy is belekerül, hogy kapunk a nagy önkormányzattól 400 ezret, tehát a jegyzőkönyvbe belekerül 400 ezret, és akkor nem biztos, hogy kell a 850. Igen, de ez a maximális összeg, ennél többet nem köthetünk. Nem, nem, mert még másra is kell nekünk. Igen. Jó, akkor nem tudom, jegyző úr, megtehetném azt a javaslatot, hogy a Dunai Svábok és Németekért alapítványt most előre veszem? Hát, hogyha megszavazzátok, hogy még szeretnénk. Hát lehet, akkor... csak igen, de csak nincs jelentősége. De az annyi a jelentősége, hogy szeretném, hogyha támogatnánk idén is egy 30 ezer forinttal az alapítvány. De annyival, nem 300-zal, 30-zal. 30-zal, igen. Ez a, csak ez azt a 300 tudom, aki... mire vonatkozott? Tudom a kosztra. Igen, azt igen. Leírtad aztán. Igen, azt leírtam, igen, hogy azért. Csak hogyha vannak aktív tagok, akkor miért nem ők finanszírozzák, ezért nem értem. Na mindegy, hát. Most minden évben így lesz, hogy mi finanszírozzuk a könyvelését, a... meg a működését az alapítványnak. Hát nem, hát nem csak mi nem vagyunk a tagjai, mint nemzetiségünk. Kik a tagok, miért, tudod, nagyon miért jó, nem hogy adják be hárman négyen azt a 30 ezer forintot. Mit, te már adtál? De valami jogszabály van erre vonatkozóan, nem támogathatják az is, hát akik a tagok. Hát miért nem? Na? Én nem tudom, én úgy tudom. De ha nem működik, akkor meg miért van? Egy alapítványnak működnie kell, hát legalább azt a 30 ezer forintot egy évben ki kéne termelnie. Na mindegy. Tehát akkor ezt megszavazzátok, ezt a cserét, jó? És akkor támogatjuk-e a nemzetiségi, bocsánat, a Schwab alapítványnak a 30 ezer forinttal a működési költségeit, akkor kérem, hogy ezt szavazzuk meg. Én tartózkodom, mert én nem tartom ezt már fernek. Azért jó, hogyha fenntartjuk ezt az alapítványt, te is tudod. Na jó, sokszor, de miért, ha most miért nem kaptunk volna pénzt, akkor jó lett volna, miért hogy átutalunk. Na, jó. Tehát akkor három igen és egy tartózkodással akkor a 30 ezer forintos Schwab alapítványnak. Okay. Jó. Köszönöm szépen, és akkor áttérhetünk a, tulajdonképpen a negyedik pont volt a meghívó szerint a Tubinak a lemondására, hogy mit mondjunk erre, én sajnálattal veszem tudomásul. Ezt csak hozzávetőlegesen mondom, hogy Térti Bevénnyel 16-án átvették a önkormányzatnak szóló levelemet, nem tudom kinél van, de nem a visegrádi hírekből kellett, hogy megtudd. Én nem kaptam elküldtem semmit. A képviselőknek azt a levelet, amit föladtam postán 15-én, és 16-án itt van nekem a Térti Bevény, hogy átvette. Te ki vette? A posta. Mindegy, én visszakaptam a Térti Bevényt, tehát biztos. Hát ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes, mert én semmit nem kaptam. És akkor az a levél ment ki, ugyanaz a szöveggel, csak a címzés, elnökasszony, német nemzetiségi képviselők. Ezúton bejelentem, hogy 2021. október 1-jén hatállyal a német nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesi posztjáról lemondok. Szeptember 15-én föladtam postán. Mert ugye az újságban más előjellel fog. Utána fogok nézni a postán, vagy utána nézhetsz, mert te adtad fel, neked kell utána nézni, hogy mi lett vele. Hát mert én megkaptam a Térti Bevényt. És kinek az aláírása van rajta? Posta. Aki neked viszi a postát, lehet, hogy azt mondják itt a lányok, hogy biztos neked vitték közvetlen, bedobták, vagy nem tudom, vagy nem voltál ott, nem tudták átadni, nem tudom. Nem kaptam meg. Mindegy, én nekem megvan itt e-mailben, ugye, mert most már nincs fizikai Térti Bevény, úgyhogy e-mailben megvan a Térti Bevényem. Tehát akkor nem úgy jártam el, mint ahogy te írtad, hogy hát, a Visegrádi hírekből tudtad, hanem jó,
hanem... Tubi, kénytelen voltam ezt írni, mert nem kaptam meg. Hát... Akkor felolvasom a többi részét is, tehát a posztjáról lemondok. Az elmúlt időszak sorozatos törvény és szabályellenes politikailag és erkölcsileg részemről nem támogatható intézkedései, valamint a párbeszéd, illetve a testülettel történő együttműködés maximális hiánya készítette erre az elhatározásra. Magam részéről nem tudok azonosulni ezekkel az egyszemélyi hatalmi intézkedésekkel, és mint helyettes nem vállalom az ezzel járó felelősséget. Tisztelettel, Sandi Jánosné, Visegrád, 20-21. szeptember 15. Tehát ezt a levelet küldtem el hivatalosan is. Jó, hát most. Milyen törvénytelen dolgokról beszélsz? Hát elég sok sorozatos dolog van most már. Hogy ne kezdjem el, mert jó, akkor az még több. Akkor ne kezdjük ezt el, ne menjünk bele. Mélységes sajnálattal veszem én is tudomásul, meg a képviselőtársaim is. Honnan tudod? Megbeszéltétek? Megint személyesen kértelek, hogy maradjam vissza. Egyszer beszélgettünk. Igen, de hát ez, én nem láttam a javuló tendenciát, úgyhogy én nekem ez nem megy sajnos. Hát csak azért gondolj arra, hogy hány szép évet töltöttünk együtt. És hát nem tudom, hogy mi változott. Mert az elmúlt fél évnek az eseményei azok nélkülöznek minden nemű realitást, és nagyon fájlalom azt a dolgot, hogy amikor, ugye ez az egész onnan indul el, ezt mindenki tudja, hogy állítólag én megfenyegettem, és nem tudom, mit csináltam a szerencsétlen Hajdú Attilánéval, ami hát őszintén megmondva egy... Hát erőteljes csúsztatás, azon kívül az egésznek nem volt rajtam és rajta kívül semmiféle tanúja. Tehát ez kettőnk között zajlott ez a beszélgetés, és én azt fájlalom az egészben, hogy ha hallottatok is ilyet, hogy én állítólag megfenyegettem és elzavartam és nem tudom, mit csináltam vele, akkor nem rögtön hozzám fordultatok, és senki meg nem keresett. És főképpen azt fájlalom, hogy egy ilyen jó viszony, ami köztünk volt Tubi meg a Tamás között, mert azt lehet mondani, hogy semmi gondunk nem volt egymással az elmúlt években. Hogy lehetett az, hogy meg se kérdeztetek, hogy figyelj, ezt halljuk rólad, igaz lehet ez? Akkor mondd el a saját verziódat, hogy van ez? Mert elejét tudtuk volna venni ennek az egész hókusz-pókusznak. Miért nem kérdeztetek meg, ha én ilyet hallok rólad, vagy bármelyikőtökről, aki itt a teremben van, vagy nincs a teremben, hogy ilyen aljasságot követ el, akkor oda megyek hozzá, pláne ha jó viszonyban vagyok vele. És megkérdezem, hogy te mondd már, mi a helyzet? Én ezt hallom rólad. És ez nem történt meg, hanem ebből csináltatok egy politikai pamfletet, mert ez semmi egyéb nem volt, csak az, és mélységesen le vagyok sújtva, mert soha senkinek nem ártottam. Eddig se, ezután se vagyok, fogok. Hogyha arról van szó, inkább segítek a tehetségemnek és az erőmnek megfelelően, de az, hogy én valakit így bemártsak, az igazsághoz még azt hozzátartozik, hogy valóban felhívtam ezt a hölgyet, és figyelmeztettem arra, hogy amikor felhívtam a figyelmét, nem is figyelmeztettem, nem is használok jó szót, mert én abszolút baráti módon beszéltem vele. És azt kérdeztem tőle, hogy Ilonka, miben állapodtunk meg tavaly? Hogyha te úgy döntesz, hogy továbbra is itt szeretnél dolgozni, beszéld meg velem, vagy a polgármesterrel, de hát a polgármesternek ebben nincsen érkezése, mert ugye a klik és a nemzetiségi önkormányzat között dől el az, hogy ki az iskolának az igazgató. Jogosultságunk nekünk van. Ezért arra kértem az Ilonkát, és erre felhívtam a figyelmét, hogy te ezt elmulasztottad, hogy nem szóltál nekem, mert ha szólt volna, hogy ő szeretne itt maradni, és továbbra is szeretné ezt a munkát ellátni, akkor ezt megbeszéltük volna, és ennek megfelelően léptünk volna. Azt is elmondtam neki, hogy nekem nem
személyesen vele van problémám, hanem azzal van problémám, hogy ő, mint egy nemzetiségi iskolának a vezetője kíván lenni és maradni, csak az a baj vele, hogy ő egyetlen egy szót nem tud se németül, se angolul, mert nekünk van egy testvérvárosunk, van egy testvériskolánk, akivel tudom, most évek óta nincsen kapcsolat, mert ott is változások voltak, de az új vezetéssel fel fogjuk venni majd a kapcsolatot az új vezetéssel, iskolavezetéssel egyetemben. A pandémia miatt nem volt értelme ezzel a dologgal foglalkozni, de most már lesz értelme. Tehát itt nekem ez volt a gondom az Ilonkával, és azt is mondtam neki, hogy Ilonka, te nyugodtan itt maradhatsz második embernek. Senki a világon nem akar téged elküldeni. De vezetőnek nem tudunk kinevezni, mert engem is ér föntről egyfajta nyomás. Az országos német önkormányzat részéről, a parlamenti képviselő részéről, hogy ha egy mód van rá, akkor legyen ilyen kritériumoknak is megfelelő az új vezető. Ennyi. És ezt elmondtam neki a telefonba, és azt is mondtam, egy kis türelmet kérek, mert szeretnék én is egyszer már szóhoz jutni, és elmondani, hogy mi újság, hogy volt ez tulajdonképpen, mert itt mindenki csak blöfföl, hogy azt hallotta, hogy ez ezt mondta meg így úgy, de az, hogy valaki odajött volna hozzám, az előbb említettem, erről még nem volt szó. Tehát én még nem fejtettem ki az álláspontomat ezzel kapcsolatban, és ennyi volt, amit beszéltem vele, annyit valóban mondtam neki, hogy egyet tehetnél visszavonhatnál, nem megfenyegettem, egyet tehetnél, vondd vissza a pályázatodat. Erre ő azt mondta nekem, hogy nem, mert ő... Szóval nem. Jó, mondom, gondold meg, letettük a telefont, körülbelül egy 15 percet beszélgettünk, és mondom, várom a hívásodat. Ez nem történt meg, hanem másnap berohant a tankerülethez, és előadta ezt a nagy drámát, hogy én őt ellehetetlenítem, stb. És ennyi. És akkor jött az, hogy hallom innen-onnan, megkaptam ezeket a borzalmas írásokat, és nagyon fájt tényleg, hogy előtte senki nem kérdezett, a mai napig senki nem kérdezett meg, hogy is volt ez? Miféle eljárás ez? Én nekem nem jut eszembe más, bocsánat, csak az, hogy a Rákosi rendszerben volt ilyen, hogy előre megírták, kérem szépen, az ítéletet. Elnézést, most nagyon messzire és megyünk is a napirendi pontok. Nem megyek messzire, ne haragudj, engem lejáratnak országvilág előtt. A visegrádi híreket olvassák Sydneytől Vancouverig. Hát azért ne haragudjon a világ. Hogy lehet egy embert így lejáratni, aki semmi ilyet nem követett el, amit leírtok? Hát miféle dolog ez? Hol élünk? Én egykor megyek, én azért mondom, hogy az lenne javaslatom, hogy térjünk vissza. Na most akkor én csak röviden annyit mondok, hogy sajnos ennek volt előzménye, először is nem részletezem, a Vajk Viktorral, vagy a Vajk Dórával minket összeugrasztottál, ami nem volt igaz. Nem részletezem, ezt mindenki tudja, te is tudod, mindenki tudja, letagadtad. Én fölhívtalak márciusban, mint ezt már elmondtam, hogy mit tudsz a pályázatról, azt mondtam, semmi, fogalmam sincs. Kiderült, február vége óta szervezkedtetek. Ezek után, amikor te a szemembe hazudtál, hogy nem tudsz semmit róla, ezek után nem is fogok neked hinni, és nem is fogok tárgyalni ilyen szinten. Tubi, ez nem is így volt. Valaki, aki a pályázatát beadja, és a teljes testület, tanári testület előtt elmesél valamit, igen, aminek nyilván az ő szemszögéből igaza van, nyilván neki hiszek, mert ő miért találná ki? Ezt miért találná ki? Talált ki, hogy miért találná ki. Nem találom ki. Nem találom ki, mert ő egy tisztességes, becsületes, jó, keresztény ember. Igen. Én meg nem. Ennyi. Azt én nem tudom. Te már nekem, jó, többször hazudtál. Bocsánat, szerintem. De ezt fejezzük most. De ez nem is így. Sehova nem vezet.
És fejezzük azt kérném, csak, és azt javasolnám, van, hogy térjünk tovább. Vissza az eredeti napirendi ponthoz, és majd ezeket egy más alkalommal lehetne tisztázni. Így van, menjünk tovább. Mi lenne a következő? De most akkor itt... Az új alelnöknek a megválasztása. De akkor most a lemondásod az még? Hát az egyértelmű, hát az egyértelmű. Választ egy új alel, lehet egyszerre is a kettőt. Jó, tehát az egyértelmű, hogy lemondod. Tehát akkor én még ezt nyitva hagytam. Október 1-től. Jó. Szeptember 30-ig még vagyok. Jó. Akkor kérdésem az, hogy elfogadjuk-e az alelnök asszony lemondását. El kell fogadnunk, mert nem lép vissza, reménykedtem még benne, és az új alelnöknek akkor én Sejli Palit javasolnám. Nem is tudsz róla? Én támogatom. Én is. Én téged támogatom, Csaba. Nem tudsz róla? Nem nagyon. Után nézek nagyon? Próbálj meg utána nézni. Nem tudsz róla? Nem tudtál róla? Dehogy nem. Tudod, le lett írva. Hova? Hova? Hát az Ida írta. Tegnap este 10 órakor kaptuk. Így van, az előterjesztésbe leírtam. Én nem kaptam ilyet. Hát hogy nem kaptál? Hát nem is. Én bemondom, hogy tegnap este óta nem néztem el a minden. Na jó. Jó, akkor támogatjuk a... Hogy a magyar sem semmilyen nyelven egyébként, és volt 10 év, amikor eddig volt igazgató, nem mindegy. Lehet, hogy nem mentem, neki nem tudom. Te megkaptad? Az előterjesztés? Az, ami olyan sok minden. De nem találkoztál vele. Ne, bocsánat, ezt nem néztem az e-maileket, ezt nem láttam. Mikor ez tegnap este 9 óra 51 perckor. Tehát az reggel meg lehet nézni. Nehogy, én tegnap este 8 óra után nem néztem az e-maileket. De reggel nem tudod megnézni. Ez az, aminek ugye idejében és reggel se azzal keltem. Ez az, aminek idejében meg kéne érkezni. És szerintem azért kaptuk csak az előterjesztéseket, mert én rákérdeztem, hogy hol vannak az előterjesztések, így nem fogunk tudni dönteni, hogyha nem tudunk semmiről semmit. Ezért kaptuk este 9-10 óra előtt pár perccel az előtt. 21 óra 51-kor. 51-kor, ám mondom én. 21 és nem lehet. El lehet olvasni, délelőtt is el lehet még olvasni, és fel lehet. Most én nem olvastam el, akkor elnézést, én nem néztem. Az e-maileket, mert holnap ülésünk lesz, így van, igen. Hát azért már elvárható, hogy nézzétek, mikor tudjátok, hogy ülés lesz. Elnézést, na. Annyi hibáztam, nem néztem meg akkor az e-maileket. Nem tudom, megszavaztuk, vagy még nem szavaztuk? Még nem. Tedd fel a kérdést, hogy elfogadjuk. Elfogadja a képviselő testület, Sejli Pali, Sejli Pál, Imre. Vállalja azok. Vállalod? Hát most nincs más, akkor kénytelen vagyok. Nem mondjam már ilyeneket. Igen vagyok. Tudj, nem mondod, csak nem... Mit, hogy kell csinálni, és csinálhatod, amit én csináltam eddig. Hát ettől félek. Ha esetleg kis segítséget minden, kérhetnék hozzá, vagy kis segítséget kérhetek hozzá, mert Tubi észre, akkor igen. Majd meglátjuk. Kérhetek te segítséget? Elmesélem neked, hogy mit, hogy kell csinálni, mindenfélét, minden gyakorlatilag te fogsz csinálni, úgyhogy szinte. Akkor igen, vehetem még ennek, hogy segítesz ebben a... Hát egy darabig igen, amikor tudok, amikor ráérek. Nyilván. De én most nagyon beleszek fogva, úgyhogy nem tudom, hogy lesz időm. Már? Igen? Hát a otthoni dolgaimban. Hát tudom, csak azért kézlem, volt egész más téma. Igen. Akkor már hárman vannak? Még nem. De lehet, hogy már kezdve nem, mert rögtön értesítést kapok, ha jön. Már így is egy héttel túlhordta, úgyhogy. Na, akkor szavazzunk, mert nem ez a téma most. Én támogatom a jelöltemet. Megszavazom, igen. Igen, bocsánat. Csak most izgalom van, úgyhogy... Te már szül? Nem, a Lócsi hívott, de nem az. Ja, nem, még nincs egy éppen szülésben. Jó, akkor három igen, egy tartózkodás. Három igen, egy tartózkodás. Hát ő valami. Eleve nem szavazza meg magát, azért, akkor három igen. Igen, azért három igen, egy tartózkodás. Így van. Ő tartózkodott. Jó. Köszönöm. És akkor áttérhetünk a Németh Tamás úr
karvezető úr lemondására. Ami nem lemondás. Ami nem lemondás, hanem felfüggesztés, igen, igen, de hát ez majdnem ugyanaz. És én ugye azért írtam oda, hogy ez sajtóhír, mert ugye ami sajtóhír, azt nem kell komolyan venni annyira. Ja. Nem, azt nem. Én egyébként írtam neked egy levelet. Tamás, én írtam neked egy levelet, nem tudom, azt te megkaptad? Na jó, neked nem jött vissza. Tudom, akarod, és válaszolod. Hát fel is olvashatod, nyugodtan. Van még más Nem, hát ja, igen, akkor, hogyha jó. Oda lehetne ülni, és akkor... Na, gyere, nyugodtan. Vagy, ja, igen, az, vagy a... még az a másik oldal. Másik mikrofonhoz menjél. Egyébként tényleg úgy van az egész, hogy is mondja, a nagy vihar, amiatt van, a tájékoztatásnak a minimális szintje nem működik. Működik? Ezt, amit most elmondtál, amiért én lemondtam többek között, ezt hány hónap alatt a döntés után kell elmondani nyilvánosság előtt? Ezt akkor, ha elmondod, akkor kicsit más a helyzet. De senki nem kérdezett meg. Hát most kérdezni kell ilyen fontos dolgot. Jött a nagy hajcihő. Ilyen fontos dolgot úgy kell? De hát ilyen... És bocsánat, ebben nem csak az, amit most elmondtál Ilonkában. Ebben neked igazad van, de abban nekem is igazam van, hogy miért nem kérdeztetek meg engem is erről a dologról. Négy szem közt nem akarok beszélni veled. Csak nyilvánosság előtt. Azért mondom most. Hát de nem... Fél évvel ezelőtt még beszélhettél nem, volna akkor velem. Sem, akkor sem. Akkor hívtad volna össze a többieket, és akkor... Én nekem is semmi, én nem vagyok képviselő. Hát de valahogy meg kell kérdezni, nem? De hát, hogyha a tudomásodra jut egy ilyen dolog, akkor már csak legfeljebb elhívhatott volna az énekkar ülésre. Nyilvánosság hogy megkérdezzetek, hogy mi van, mi az álláspontom. Hogy mesélem én el ezt a dolgot? Hát nem lehet egy embert megkérdezni, és abból levonni a konzekvenciát. Nem egy ember. Egy egész tanárkar. Ott voltak, amikor én beszéltem az Ilonkával? Szeretnénk tudni, ki hallotta? Nem erről van szó, mit beszéltél az Ilonkával. De erről van szó. Nem csak erről. Azt, hogy szembe mentél a szülői munkaközösséggel. Ez sokkal később jött, drágám. Ez sokkal később jött. Addig mi volt? Addig folyt ellenem egy politikai kampány, egy lejárató kampány. Ki? Kezdted a szülői munkaközösséget előtte? Hát az két hónappal meg, nem, dátumokat légy szíves nézed. Igen, megnézem meg a dátumokat, igen. Tehát ez volt, és a dátumok azok nálam is megvannak. Sokkal előbb következett be az, hogy a Tubi leírta, hogy ő támogatja az Ilonkát, hogy 5 évre nevezzük ki, mielőtt én még megszólalhattam volna. De tudod miért? Nem tudom miért csináltad. Nem tudom miért. Azért nem, csináltam, ez csütörtöki nap volt, és a határidő 23-a volt. Igen? Nem volt már csak 5 nap, közben egy hétvége. És nem tudtál felhívni, de figyelj, nem hisz vélelmenni valamit. Miért kéne fölhívnom, mikor neked kutya kötelességed ezt a képviselőtnek szétküldeni? De én ezt meg is csináltam a képviselőtől, nem csak csináltam. Valamivel később. De mondd meg. Hát ne haragudj, amikor 5 nap van hátra, egy nálam is megvannak a dokumentumok. Pontosan időpontra. Nekem megvan. Nekem is megvan. És megelőztél engem vastagon. Úgyhogy ide figyelj, a határidők azért voltam kénytelen, megtenni, mert a határidőből kicsúsztunk volna, és egyedül döntöttél volna, és ez megvan, le is van írva, hogy ilyen helyzetekben, még veszélyhelyzetben sem dönthetsz egyedül, az együttműködés ténye alapján meg kell kérdezni a képviselők véleményét. De az én véleményemet minden semmit képviselőnek elküldtem írásban a javaslatomat, ugyanúgy, mikor, ahogy mikor, te. Mikor? Nem, fejből nem fogok most neked mondani. Lehet, hogy egy nappal később, ahogy te csináltad. Ahogy. Na, és, de miért előztél meg? Azért, mert miért? Én a helyettesed vagyok, és már 2 héttel előtte ki kellett volna küldened. Miért kellett mindenki... volna? Volt egy határidő. És utolsó nap, megint utolsó nap küldött, hogy ne tudjunk utána nézni? Miért? Azért, mert ezt amikor nézni? Te megkaptad, rögtön továbbítanod kellett volna a képviselőknek. Nem továbbítottad, én megnéztem szépen a honlapon, az áprili iskola honlapján rég fönt volt a pályázat, én akkor tudtam meg, hogy miről van szó, határidő, stb. Ida nem intézkedett, én helyettes vagyok, kötelességem. Ja, és akkor még mondod, a Cseke Lacit is rám küldöd. Én? Igen, igen. Ő mondta nekem, igen, oda mentetek a Dénessel, és kértétek, hogy beszéljen velem. Hiába beszél velem, én nem helyetted, vagy nem nélküled csináltam, hanem helyetted, amit neked kellett volna már 2 héttel előbb megcsinálni.
Tubi, nem kell átlépned a saját árnyékodat, nem. Hát akkor, hogyha, ugye, hogyha, nem tudom, hogyha határozatképtelenné válik az ülés, akkor ugye... Folytatok? Annyi még benne van. Akkor addig maradjunk. De folytathatom? Mert tényleg belém folytotta a szót az elnök asszony. Mindenki van az elnök asszony vezeti az ülést. Én azt kérem, hogy egy picit már a nyilvánosság miatt is nagy utólagosan olyan dolgok miatt megbánjanak különböző olyan dolgokat, amiket az indulat miatt elmondanak, hogy picit nyugodtan mederbe. Én vállalom minden szavamat. A vita. De elnök asszony akkor átadja a szót, és akkor folytatódhat az ülés. Tamás, folytasd, légy szíves. Igen. A levélről csak annyit, hogy elnök asszony a párbeszédre hivatkozik. Hát nem kell párbeszédet kellett volna. Szülői munkaközösséggel, a pedagógusokkal és az igazgatóval. Én nem értem, mit nem tudom, mit beszélt volna meg egy-kettő. Én nem lemondtam, és ezt nem mondom az írásba, hanem én fölfüggesztettem a tevékenységemet. És tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy Ilonkával mit beszélt, az is egy dolog, kettő közment, nem tudjuk. Viszont az, ami utána történt, lehúztad a rolót, ha nem lehet, akit te szerettél volna, akkor nem választunk. És kinek lett ez jó? Senkinek az ég világon. Nem tudom, ezzel hogy szolgáltad a város érdekeit, az iskoláit, és az pedig, az nem tudom, hogy első sem, e között a indokok között, amit mondtál, hogy nem tud németül, nem tud angolul, benne volt a kiírásban. Nem volt benne, ez így van, de ettől még lehet a nemzetiségnek egy ilyen kívánsága. Az lehet. És én ezt el is mondtam, az Tamás, lehet. Ezt ő tudta nagyon jól. Az lehet. Szervusz. Az lehet. Nincs miről szavazni már. Nincs miről de szavazni. De egy olyan pályázatot azért húzni ki, mert így gondoltátok, itt szerint ilyen nincsen. Hát ez a bíróság, ne haragudj, hogy arra kedves volt. Jelző, ez jobban tudja. Teljesen így van. Jobban tudja. Ilyen nincsen. Bocsánat, de végül... Munkahelyi bíróságra megy, hát ezért, hagyd ne mondjam, ilyen magasan megnyeri. Én nem tudom, hogy végül is a klik miért nem nevezte őt ki. Hát mert te nem fogadtad el. Ilyen nem, egyszerű, az nem, meg a jó, azt írja el. Bocsánat, igen? Mi milyen határozatot küldtünk el a kliknek? Olyat, hogy nem tudtunk határozni. Mert kettő igen szavazat volt mellette, és kettő nem, és egy tartózkodás. És ezért nem tudtunk határozat. Tehát határozatképtelenek voltunk ebben az ügyben. Tehát a meccslabda vissza lett rakva, igen, vissza lett téve a klikhez, a Váci tankerülethez. És a Váci tankerület ebben az esetben úgy intézkedik, hogy a miniszter, az oktatási miniszterrel egyeztet. És ők jutottak erre a konszenzusra. Én nem küldtem el az Ilonkát, nem. Igaz, hogy nem erősítettem. Nem fogadta meg. Kettő nem fogadta el, igen. Kettő elfogadta, és egy tartózkodott. Tehát akkor mi a helyzet? Ilyenkor patthelyzet van. Te döntesz, mert járványhelyzet volt. Én nekem csak egy szavazatom van, bocsánat, Tamás. Járványhelyzet volt? Tamás, de... De mindig azt mondjátok, hogy nem vagyok demokratikus, diktatórikus vagyok. Ebben az esetben megkérdeztem a képviselőket, és ennek megfelelően hoztam egy határozatot. Tehát kettő igen volt, kettő nem, és egy, aki nem szavazhatott. Bocsánat még. Bocsánat. Igen. Én nem küldtem el ezt a hölgyet. Én igen. Nem küldtem el. Ha most azt mondják, hogy megerősítjük-e Ida asszonyt elnöki tisztébe, kettő igen, kettő nem, igen. Akkor te lemond, mert le vagy szavazva. Akkor újat kell, új szavazás van. Persze. De itt járványhelyzet volt, te döntettél egy személyébe, könyörgöm. Hát az, hogy én írom alá és rakok egy pecsétet, de megbeszéltem a képviselőkkel. Az oké, hogy... Írásos dokumentumok vannak erről. De te döntesz. De csak kettőnkről van írásos. Hát. És azon kívül a negyedik szavazatot kilátta. Két igényről van írásos. Hát a tietek igen volt. De a Csabányi meg láttuk, az enyém nem volt. De nem láttuk. Ki látta? De nem láttuk. Mi nem láttuk. Megint nem láttunk semmit. Na jó. Hát a határozat megvan, Tubi. De nem a Váci tankerület dönt. Hát mondom, hogy nem a Váci tankerület. Én írtam a Maruzsának.
Igen. És kaptam a választ, hogy levelében a Váci Tankerületi Központ fenntartásában jelezte, hogy a visegrádi német nemzetiség önkormányzat tagjai nem tudtak kialakítani egységes véleményt a támogatni kívánt pályázó személyével kapcsolatban. Ön és a szülői munkaközösség elnöke a jelenlegi intézményvezető megbízását támogatná. Megkeresésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom. A nemzeti köznevelésről szóló... Tartottam. A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi ilyen és ilyen törvény bekezdése célpontja értelmében az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségek köznevelési intézmény vezetőinek megbízásával összefüggő véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Az iskola a NEK törvény szerint nemzetiségi köznevelési intézménynek minősül, tehát nem fenntartók vagyunk, mert te már ezt is küldted nekünk, nem fenntartók vagyunk, nem tudom miért ezt írod, na mindegy. Így a nemzetiségi önkormányzat egyetértése feltétele az intézményvezetői megbízásnak. A köznevelésért felelős államtitkár nem hozhat a jogszabállyal ellentétes döntést. Így van. Na, hát akkor... Na de... Rajtad múlt, rajtatok múlt... Most rajtam múlt. A nemzeti... Jó. Nem jó. Rajtad, most rajtam, rajtatok most rajtam múlt. A nemzetiségi önkormányzaton múlt, hogy igen. Nem nevezték ki az Ilonkát. Nem na de könyörgöm, kettő ellenében és egy tartózkodással... Na de te azt mondtad, hogy miért ne a Váci tankerület miért így döntött. Ezért döntött így, mert ők a törvény szerint jártak el. Tudod? De akkor azért. Sem én küldtem el, mert ketten igen, ketten nem és egy tartózkodott. Mondjuk nem láttuk a nem, a Csaba nem, ha, is, tudott, ne a Csaba nem is tudott róla. Jaj, nem. De. Persze, mindenki beszél már, de, tényleg, mindenféle. Bocsánat, hozzá a papír. Valami elképesztő, tényleg. Most már tényleg el vagyok képedve. Nem csodálom. Össze-vissza megyik minden. Tudja, hogy hát a határozat benn van a jegyzőkönyvek között. Hát ne vicceljetek már. Nem a határozat, a Csaba szavazata. Mindegy, teljesen mindegy, ne vitatkozunk hát, ezen. Jó. Le van írva. Sajnos nem tudom. Tényt le. Ez ilyen erkéstelenül. Kérdezzük akkor a képviselőket, hogy ki az, aki... Nem elszavazott ki az, aki igen elszavaz, ki az, aki tartott. Az nem így működik, szavazáskor... De nem van írva. Hát én nem tudom, hogy miért nem látjátok, amikor van... Nem a határozattal van probléma, a szavazattal. Hát de bocsáss meg, igen. Hogyha én nem értek valamivel egyet, akkor nem mondhatom. Nem. Csak az lehet, nem? Hát a szavazáskor, ha nincs nem ott, mondhatom. Ezért ellenfél. Nem szavazhatok, nem, mert valamiben. Na hát akkor mi a gond? Csak az kilátta a... Csaba, hogy ő kilátta? Hát le van írva, hát elő fogom keresni. De ki írta le te? Hát és elküldtem, és benn van a jegyzőkönyvek között. Akkor mi a gond? A jegyzőkönyvet nem látjátok? Csaba elküldte a szavazatát? Hát akkor mutasd meg. Jó. Na, befejezem. Tehát nekem elsősorban nem csak... Én azt hiszem, hogy itt a kákán keressük a csomó gyerekek, ez nem... Sajnos, és ez szeretném... Ez tényleg egy... Hát, lassan egy vicc kategória. Hát az mert ez olyan, mint egy itt egy most már tényleg egy vicc kategória. A napirendhez. Így van, napirend. Tehát röviden befejezem egyébként. Tehát én, mivel a helyzet nem változott, ami miatt én. Igen. Fölfüggesztettem, marad minden a régibe. Ilyen és egyszerű. Akkor ez, hogy lesz ez a valóságban? Mi? Tehát, hogy megszűnik az énekkar. Nem, énekkar van. Énekkar van, föl is léptünk, már föl is fog lépni. Igen. Csak a nemzetiségi rendezvényeken nem. Ilyen, nem másról sem, mint nemzetiségi énekkel, mint az égisze alatt, hanem mint önálló. Mert nem változott a helyzet, sőt rosszabbodott. Megint egyedül hozott a döntéseket, a párbeszédnek a legkisebb, ezért nincs, szóval ez valami, és akkor ne haragudj. Egyébként a következő számba, gondolom olvastad, ezeket szépen leírod. Tudom, hogy leírod, persze, tovább voltam, mert végre szerkesztőségi tag vagyok, úgyhogy tudom. Igaz, hogy az értekezleteken nincs ott, csak elolvassa az ezeket. Úgyhogy csak ennyi. Én, a szerkesztői bizottság. Most azt persze, ott én bocsánat, nem haragszom rád. Nem voltál. De politikailag, amit csinálsz... Nem voltál ott most.
az véleményem szerint, már pedig Tudi, véleményem, voltam, csak helytelen tartom és köszönöm, be is fejeztem. Lorcsinak bejelentettem. Azt mondtad, hogy 10 perc múlva. Bocsánat, nem tudtam róla 10 perc múlva. Igen, és akkor meg is kapcsolódtam, és az interneten felmondta a szolgálatot. Jó. Másnap délelőtt jött vissza, ennyi. Mindig ez van, mindig lehet. Most ez nálam sokszor előfordul sajnos. Semmi, felfüggesztettük. Jó, köszönöm a, majd, köszönöm a tájékoztatást, mélységes sajnálattal veszem ezt is tudomásul. Én továbbra is azt mondom, hogy ez egy hetsz kampány, én nem érzem magam ebbe az egész dologba. Azért bűnösnek, mert valóban nem követtem el azt, amivel vádolnak. Lehet, hogy a kommunikációban vannak lukak, de emberek vagyunk. És más is megszólíthat. Nem csak nekem kell minden esetben az információkat közölni, hanem azért lehet velem beszélni. Eddig is lehetett, eddig soha nem voltak ilyen problémák. Ez érdekes módon most egy fél éve lett ez ilyen éles, hogy én állítólag diktatórikus vagyok, meg törvény, meg szabályellenes, meg erkölcstelen, meg nem tudom mi vagyok még. Hát... Nagyon sajnálom, hogy ez a vélemény. Én nem így érzem. Én nem így érzem, úgyhogy ezt akkor a témát azt hiszem lezárhatjuk. Akkor most ilyenkor szavaznunk, mert ő végül is nem tagja. Nincs ezen mit szavazni. Ezen így szavazni. Csak annyi, hogy nem lemond, hanem felfüggeszti. Felfüggeszti a tevékenységét, és akkor ez azzal is jár, hogy ő jövedelm pénzt nem kaphat, ugye? Nem, hát eddig is amennyit kapott. Természetesen azzal jár, hogy semmi javadalmazást akkor ő nem kap. Jó. Meg az érdekel se semmi. Semmi javadalmazást akkor ő nem kap. Mi a jövedelmet? Mi a probléma? A jövedelmezőséget kérdeztem most, a te jövedelmezőséget kérdeztem a jegyző úrtól. Hogy ilyenkor mi van, hogyha felfüggeszted a tevékenységet, akkor... Bocsánat, én pénzt nem fogadom el, amit hozzáteszem, nem szeretek senki zsebébe turkálni, de én most kevesebbet kapok, mint Burgi Edith idejében, 18 évvel ezelőtt, szóval Edith a javadalmazásról. Lehet, hogy akkor fizettek túl, én nem tudom, de nem tudom, hogyha valakinek mondanák, hogy ugyanannyi a fizetése most, mint 18 évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy kicsit... Jó, hát ezt tudom, hogy hát kell ezt megbeszélned, mert ő nem, szokta számfejteni. Nem pénzkérdés, én egy fillért nem fogadom. Ő szokta számfejteni, én ebben nem szoktam beleszólni, hogy ő mennyit számfejt. Egy fillért nem fog, elég baj. Az ilyenek azt mondják, bele kéne szólni, ebben ne haragudj. Hogy mennyit fizetnek két alkalmazottnak? Ez az én részemről egy bizalom okay, volt. Jó. Úgyhogy pénzkérdés az nem, nincsen, mert több marad a kasszában. Jó, akkor most áttérhetünk akkor a következőre, és egyben az utolsóra is, a Tubinak a három módosító javaslatára. Igen. Azért felolvasnám. Olvast fel. Hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének szervezeti és működési szabályzatának, későbbiekben SMS 4. fejezet szervezet és működés, az ülések nyilvánossága passzusának 27. pontját az alábbiak szerint javaslom megváltoztatni. A 2011 évi ilyen és ilyen törvény 3. pontja alapján. A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján, melyet írásban vagy a testület előtt szóban kezdeményez. Választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, megbízás visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Amennyiben sem írásos kérelmet nem nyújt be, sem szóban a testület előtt nem kérelmezi az érintett, a tárgyalás és a döntés nyílt ülésen történik. Erre a módosításra azért van szükség, mert az erre vonatkozó jelenlegi 27-es pont értelmezési problémát okozott még hozzá még szakembernél is. Az elmúlt időszakban így ezzel a módosítással egyértelművé válik. A kisebbségi önkormányzatok szabályzatának útmutatója kiemeli, hogy személyi ügy tárgyalása önmagában nem jogosítja fel a testületet arra, hogy zárt ülést tartson, csak ha az érintett a nyilvános tárgyalásban nem egyezik bele. Eddig így volt megfogalmazva, és ezt valahogy úgy értelmezték, hogy ha a nyilvános tárgyalásban az érintett nem egyezik bele, akkor automatikusan ők zárt tárgyalást tartottak.
Úgyhogy ez egy kicsit félreérthető volt. Erről előzetesen írásban vagy az ülés elején az érintettnek nyilatkoznia kell. Ha nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, akkor zárt ülést kell tartani. Tehát én ezt terjesztem elő, és ezt teszem bele a határozati javaslatomba, amit az előbb felolvastam. Most akkor, itt volt valami okézag, akkor... egyébként ezt én is olvastam, hogy egyik törvény, tehát a nemzetiségi törvény ezt nem részletezi ennyire, viszont a szervezeti és működési szabályzatban ezt valóban egy kicsit félre... Úgy volt leírva, hogy csak az érintett a nyilvános tárgyalásban nem egyezik bele. Na de ahhoz neki nyilatkozni kell, hogy nem egyezek bele. Automatikusan nyílt tárgyalás, és ha nem egyezik bele, akkor kell zárni. Igen. Ezt ti rosszul értelmeztétek. Volt egy ilyen joghézag, így és erről van. Mondjuk szavazás nincs, hogy valaki zárt tárgyaláson vesz részt, úgyhogy az itt megvannak, hogy mit. Na mindegy. Ja. Tehát az eleve szabálytalanul történt az akkori zárt tárgyalás. Most az a kérdésem, hogy ez, amit te itt felolvasol, és azt mondod, hogy 11. évi, ilyen is, 94. paragraf 3. bekezdése ez alapján, ez a nemzetiségi törvényből van, ugye? Erre ti hivatkoztatok, hogy ez igen, alapján lesz igen, ez tárgyalás. Igen. Igen, és ez egyébként... De ez így... Így van leírva. Nincs benne van, így? Így van benne, onnan másoltam ki. Jó. Én onnan azért van idézőjelbe téve. Én javaslom ezt a módosítást, szakmailag is javaslom, és ezzel az a kissé félreérthető szabályozás, itt most már pontos lesz és jó lesz, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom elfogadni. Jó. Jó. Jó, akkor elfogadjuk. Igen. Jó. A következő, a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének szervezeti és működési szabályzatának, későbbiekben SMS, 6. fejezet, az elnök és elnök helyettes passzus egyes pontját az alábbiak szerint javaslom megváltoztatni, szintén erre a törvényre hivatkozva. A testület társadalmi megbízatású elnököt választ, melynek tiszteletdíjat állapít meg. Ez nálunk így van benne az SMS-be. Ehelyett a törvény szerint a testület társadalmi megbízatású elnököt választ. A települési kisebbségi önkormányzat elnöke és tagjai részére az általuk végzett munka és az ezzel járó felelősség elismeréseként a testület költségvetésének tertére tiszteletdíj állapítható meg. Tehát én ezt javaslom betenni. Erre a módosításra azért van szükség, mert a jelenlegi SMS szerint automatikusan tiszteletdíjat állapítunk meg, és csak az elnök részére. Ez csak az utóbbi néhány évben lett tendencia, az előtte működő testületek esetében senki nem élt a tiszteletdíj felvételével, az amúgy is kisösszegű költségvetést nem terhelték ezzel, társadalmi megbízatásukat gyakorolták. Tehát én ezt az idézetet, amit a rendeletből másoltam ki, én ezt egyébként nyugodj meg, mert vissza nem vonható a tiszteletdíj, úgyhogy ez már csak a következő választásnál lesz. Csak azt szeretném még helyesbíteni, hogy azt írod, hogy ez csak az utóbbi 1-2 évben lett tendencia. Igen. Nem, mert mi már 14 óta együtt dolgozunk, és 14-től nem, volt. Nem, te akkor kérted először, amikor meghalt az édesanyád, hogy nincs jövedelmed, tehát mi az eleinte nem. Hát az 15-ben volt, igen. Az 15 januárjában. Na, hát 14 őszén választottak minket, és 15 januárjában meghalt és az édesanyám, utána. És akkor utána kértem. Tehát gyakorlatilag az előző 5 évben, amikor 3-an dolgoztunk együtt, akkor már és ez közben így a működött. Jancsika utána felvetette, mikor nyugdíjba mentél, hogy nem kéne fizetni, de te azt mondtad, neked szükséged van rá. Mindegy, igen, ez most igen. Így van, de a következő választásnál ne legyen így. Én ezt azért következő választás. Tehát te tőled nem vonható vissza, úgyhogy... Ha ezzel egyébként én most előttem van a nemzetiségi törvény, és a nemzetiségi törvénynek a 109-es paragrafus első bekezdése, amely arról beszél, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnök helyettesének, képviselőjének, bizottsági elnökének és tagjainak a díjazása,
és ott ugyanígy van leírva, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat testülete az elnöknek, elnökhelyettesnek, stb. Tagnak, általa létrehozott bizottsága, és azok elnökeinek és tagjainak a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat ellátás veszélyeztetése nélkül tiszteletdíjat, vesző természetbeni juttatást állapíthat meg. Hát tehát gyakorlatilag... Mondom. Hát én azt itt, másoltam ki. Bocsáss meg, de akkor itt lehet, hogy az SMS-be ez csak egy elütés volt. Igen, hogy állapít csak... meg, kellett volna odaírni, hogy hat meg. Tehát na, ez a lényeg, hát csak kevesebb. Ez így van. Na, hát ez a lényeg, jó. Mert nem mindegy, hogy meg kell, hogy állapíts, nem vagy minden. Pedig persze, állapítható. Persze. Igen, na ezért jó. Mondom a javaslatot, jó, hogy ezt módosítsuk így. Nyugodtan lehet, jó. Miután a törvény is ezt írja, tehát nem fogunk eltérni. Én onnan másoltam ki. Oké, tehát akkor ezt a módosító javaslatot szavazzuk akkor meg. És akkor az SMS-be annyi, hogy a ennek tiszteletdíjat állapíthat meg. Egy hatot kell odaírni, igen. Akkor ezzel is végeztünk, és akkor még mi van a harmadik? És akkor még van egy, igen. Ahol javaslom, ez elég hosszú, nem fogom felolvasni, gondolom olvasta mindenki. Igen, itt ugye a veszélyhelyzet idejére alkalmazandó eljárások le, igen. Hogy, hogy amikor megfelelő vagy olyan jellegű döntés előtt állunk, akkor igenis... Így van. Jó, erről beszéltünk most már sokat. Megbeszélés. Mind ahogy ez a nagy önkormányzatnál így működött, sok mindent megbeszéltünk, utána kaptunk mindig egy jegyzőkönyvet, egy tájékoztatást, hogy miről beszéltünk. Ezt szeretném, ha ez így működne, ez így működne a veszélyhelyzet által. Annyi kiegészítést hadd tegyek, hogy a Skype, Zoom, és én még a Messenger-t javasolnám, mert... Mindegy, én ez felsorolás, pont látok. Igen. Tehát bármi, valamilyen ilyen internetes, valamilyen, amin így van, ellenőrizhető, rögzíthető. Jó, rendben van. És egyébként ezt most csak úgy mondom, hogy egy kicsit össze-vissza vannak a pontok az SMS-ünkben, ha ezt úgy is beleépít, mert gondolom te fogod megcsinálni, akkor valahogy fejezetenként meg pontok szerint. Jó? Jó. Jó. Tehát én is egyébként mind a három pontot javaslom, tehát hogy igen. És örülök is, hogy ezek jó, a hát felvizsgálatra kerültek. Igen, már erről már beszéltünk, és köszönöm szépen, hogy ezt... Esetleg, ha van jogilag valami, amiben beletudsz. Át fogom olvasni ezt az SMS-t, ugye ez még mielőtt idejöttem volna, az előtt készült az SMS, és nem tudok minden. Persze, én most úgy belemerültem mindent felvizsgálni, de örülök neki, hogy ezek előkerültek, és akkor így most rendeződnek. De egyébként én is most átnézem, és hogyha még vannak esetleg olyan pontok, amelyeken javítani jó. Kell, akkor ezt a következő ülés elé javaslom. Jó. És akkor, hogyha megvan, akkor kérlek, hogy a honlapra tedd is. Mindenképpen. Föl, mindenképpen. Végleges lesz, jó? Egyébként ugye fel is raktuk most már az önkormányzat honlapjára a határozatokat. Tehát azok már működik, igen. De ezt azért még szeretném majd tovább bővíteni. És ugye, ha van valami nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos dolog, valami program, vagy bármi ilyesmi, akkor aki ezt intézi, vagy az elnökasszony, megkérem, hogy a Gábor vállalta, Gábornak szólni kell, és ő fölteszi a honlapra, mert azt is nagyon sokan nézik. Tehát nem úgy, hogy lemarad. De ezt már úgy többször megbeszéltük a Gáborral. Na de ahhoz szólni kell neki, vagy elküldeni e-mailbe, hogy légy szíves, Gábor, ezt tett fel a honlapra. Vagy jó, majd fejbe tartom akkor ezt is, hogy ilyen, szóljunk. Ha van, sajnázás, vagy bármi, amit bármi. Mindent én intéztem, addig még a plakátokat én kiraktam, ő meg szépen föltette, sőt volt olyan, hogy kitűzte ide is az önkormányzatra. Tubi, eszembe jutott még egy... Ezt még meg kellene szólni a harmadikat. Akkor ezt szavazás. Okay. Köszönöm. Még hadd kérdezem meg akkor, hogy a Mária kápolnai búcsúra visszatér, vagy meg lesz ez tartva még? Nem. Az akkor elmaradt az ebben. Később tehát később nincs. Akkor később nem. Nincs. Nem, semmilyen. Jó. Akkor ennyi. Ja. Jó. Hát ha több kérdés vagy felmerülő probléma nincsen, akkor megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, és az ülést akkor berekeztem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük, Tibor. Köszönjük.
Ez a csillának is. Köszönjük szépen!